Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Egy érdekes történet esett meg egy férfivel, aki 37 ezer forintnak megfelelő összegért, mert a történet nem magyar, csodaszert rendelt magának. Ez egy ilyen hosszabbító, potenciál növelő csodaszer volt, de nem is ez a lényeg, hogy most ő pontosan mit rendelt. Ugye nem teszt a lelkét akarsz csinálni. Nem. Az volt a dobozra írva, hogy ne használja napfényben. És ő egy növelőszert rendelt, tehát egy pénisz növelőszert rendelt, 37 ezer forintnak megfelelő összeget fizetett ki. És ugye vannak a nagy csodaszerek, amit szerintem már legalább egyszer mindenki megrendelt magának, a hajnövesztőszer, a fogyasztószer, a tablettaszer, az izmosítószer, a fehérjepor, tehát erről akarok beszélni, csak egy mondat erejéig, amivel ugye felvezetjük ezt a témát, hogy az ember egyébként mit kapott, ne használja napfényben, ez volt a borítékra írva, kinyitotta, és egy nagyító volt benne. 37 ezer forintnak megfelelő összeget rendelt ki. A felirat az volt, ne használja napfényben. Kivette és egy kicsi nagyítót neki leszámlázta. 37 ezer forintért. Hát ugye, ilyen rendesek növelőszer. A figyelmeztetése, mert ugye a nagyító napfénnyel mit csinál? Hát egy picit lukaszt. Hogyha ilyen felületen használják főle. Így van, hogy elterzsel ott a... Ilyenkor visszajár a pénz? Vagy ilyenkor, ha téged megtréfálnak, akkor semmi nincs, nem? Tehát mondjuk, ha átvágtak, és nyilván elhitettek veled valami mást, és közben nagyítót kaptál, akkor azért lehet, hogy te vissza tudod perelni a pénzt. Hát, hogy a rendelésnél, főleg, hogyha volt még egy fotó is arról a dobozról, vagy arról a termékről, meg a leírás is ott volt mellette, ami alapján te azt megrendelted, akkor azért az a vásárlónak, a vevőnek, a megrendelőnek az átrázása, vagy félrevezetése, tehát hogy biztos, hogy visszajár a pénz, de a poénnak nem rossz. Igen. Arról nincs egyébként hír, hogy kiderült, hogy kik állnak a megalázó átverés mögött, mert hogy nem akarta elárulni az emberünk, az áldozatunk, a cégnek a nevét, akinek bedölt. Hát, de hogy megalázó. Tehát hát, mindig túlreagálják ezeket a dolgokat, hogy én kaptam volna, és én rendeltem volna magamnak egy ilyet, azt kinyitottam, néztem, hogy de először nem is értettem volna, hogy mi van, aztán leesett volna, és röhögtem volna. Kifizettél volna 38 ezer forintot egy nagyítóért, mondjuk rendelsz bármilyen növesztőszert, és utána nagyító van benne, azért nem mondtad volna azt, hogy ugye hagyja. Már 38 rugót kifizetsz. Előbb megnézem, hogy honnan vásárolok, honnan rendelek, tehát, hogy mindenhonnan nem. Szerintem nem ez a baj. Tehát, hogy figyelj, ott a kicsi kukesz a probléma, amivel te szeretnél valamit kezdeni. Azért, ez, igen, tehát itt a gyengédre tapintanak, és jön egy nagyító, szerintem van benne. Van benne rizikófaktor, hogy azért az nem mindenkinek esik jól, ha pénisz növelő szert rendelsz, és nagyítót kapsz. Igen. Nem? Így van. Hogy azért az lehet, hogy nem esik jól. De hogy tudnak ennek még az emberek bedőlni? Illetve ti rendeltetek már valaha valamilyen növesztő, visszahozó, fogyasztó szert? Nagyítót rendeltem. Na igen, hát az nem kell, ez bemész, 200 fedre lesz a kapta, és azt mondták, hogy véletlenül összekeverték valaki. Ami például most nagyon megy ismerősöknél, ez a fogyasztó szer. De hogy ez nem átvágás, ugye ez egy működő dolog, hát ez egy ideig ugye legálisan majd illegalitásba vonuló ismerősök, mindenféle dílerektől rendelik ezeket a tablettászereket. Ugye? Ez most, ennek most nagy piaca van. Ha még nem szüntették be. De az legalább nem átverés, az működik. Csak hát, beledög lesz. Igen, ezt igen. Akartam kérdezni, hogy jó-e az, hogyha így fogysz le. Igen. De mit rendeltetek valamit? Hajnövesztő nem volt soha. Nagyon sok kamu hajnövesztő szer van a piacon. Én a klasszikusokban bízok. Egyébként ilyet használok. Hát nem árulok el vele nagy titkot, egy ilyen jellegű sampont használok előszeretettel, amikor nem kókuszosad, mert ugye mindenki tudja, hogy a kókusz fanatikus vagyok, és az édesapám annak idején ezt elkezdte használni, ezt a bizonyos klasszikus hajszeszt, illetve hajbalzsamot, meg sampont, és akkor én azóta azt használom. Te nem reménykedsz már, tehát nem azért. Csak megszokás. Nem, nosztalgia, édesapámra gondolok minden alkalommal, amikor Nincs benne túlzó elvárás, hogy állsz és nézegeted a hajagymáidat, hogy esetleg megnőtte, mert hogy az a genetikai alapon van, az már nagyon nem jön vissza. Tudod, ez kicsit olyan, mint a megint egy szakterületem, hogy a váromoknál az állagmegóvás, tudod, hogy lepusztult, de legalább ez maradjon meg. Az meg nem a klasszikus, vagy az a klasszikus dolog, amit te használsz, de ugye az egy gyógynövényes ilyen sampon. Tehát az mondjuk nem keverhető össze ezzel, hogy vegyél be 8 tablettát, és akkor ezért visszavonul a fűszőröd, vagy mit tudom én. Tehát, hogy ezek a klasszikus átverések, a nagyok, az nem az, amit te használsz. Tehát, hát az egy gyógynövényes. És most már jó illata is van. Nem úgy, mint akkor, amikor az édesapám használta. Akkor azért
elég nehéz volt. Változtattak az összetevőn? Igen. Hát igen. Ez kimenekültél annak idején, ha bárki használt. Tehát hogy az volt, hogy fel se kellett tenned a kérdést, hogy te mit használsz. Mert csak így... De ez a B betűs? A B betűs? Az. Ja, hát azt tudom, hát az nagy klasszikus, de, persze. Nagy. Most írtele nem tudtam, hogy erre gondolsz. Most mondták ki a forgalomból. De hogy? Még mindig van? Nem, egy egész termékcsalád van, érted? Alul felül használom. Bordiálozzék, mi? Igen. De hogy én például láttam olyan krémet nőknek, amivel ha bedörzsölöd a melledet, és én erre akarom kifutatni a témát, hogy írjanak azok, akik bedőltek valaha valami olyannak, amiről nyilván a később rájöttek, hogy itt növeszt. Nem, hogy növeszt. Volt olyan krém, amit hirdettek, én nem is tudom, vagy tévéshopokban, tehát reklámokban, vagy újságban, már nem tudom, hogy hol láttam, hogy mit tudom, egy hónap kenés után volt egy előtte kép, volt egy utána kép, és elhitették női olvasókkal, tévénézőkkel, hogy hát ezt használod meg nő mellett. És állítólagosan nők ezrei rendelték meg, ilyen kámforos illatú volt, bekented, érezted, hogy ott van, és okozott egy ilyen kis vérbőséget, aha, ugye az volt a trükk, és hát oda vizionáltad a placebo hatás alapján, hogy neked megnőtt a mellett, berakták rendesen az előtte, berakták rendesen az utána képet, és mutatták, hogy nem tudom, 34 éves Rita, előtte, utána, előtte semmi, utána nem hitted el, hogy mekkorát dobott rajta a krém. És ugye ezt például megrendelték nők, tehát ennek magyar nők bedőltek. Hogy ilyeneket elhiszel, és megrendez 15 ezer forintért egy mellnövesztő krémet. Hinni akarsz benne, mint hogy hinni akarsz például, amit tudom én a cellulitis ellen alkalmazott különböző kencékben is. Tehát, hogy rajta, igen, és a narancsbőr a nők legnagyobb ellensége, hitetik el egyébként a hölgyekkel, amivel egyébként például megmondom, hogy szerintem meg tudok barátkozni, nincs vele semmi gond. Rajta de is hogy, van az semmi gond. Hát ez világos. És ők meg, tehát hogy azt látod valahol, hogy a tökéletes cellulitis elleni szer, abban a pillanat már mész a pénztárhoz, már veszed, már kened vele magad. És az esetek túlnyomó többsége, mert semmiféle na, hatása nincsen. Na de hogy hiszed azt el, hogy nagyobb lesz a mellett? Tehát ahhoz nagyon-nagyon-nagyon butának kell lenni. Ha látod, nem? A tétet, érted, az elég. Vagy annyira elégedetlen vagy magaddal, igen, hogy egyszerűen elhiszed, hogy az elkezd működni. Hinni akarsz benne. Nőknél mi van? Nagyobb mell, cellulitis, uh-huh, ugye, narancsbőr? Igen, kisebb fenék. Tessék, hát azt nem láttam. Fogyasztok krém. Igen. Az fenékre? Aha. Hogy bekered és kisebb lesz a feneked? Bekered és összemegy. Meg derékkel, ilyenek. De az is van. Az nekem, is van. Nekem a kedvencem az a fogyasztókrém egyértelműen. Tehát, hogy az, aki elhiszi, hogy bekini magát egy krémmel naponta háromszor, vagy annyiszor, ahányszor írja, ez a használt utasítás, és utána pedig csökken a testsúlya. Kilók hát szaladnak lető. Hogy? Hogy? Az, nagy, az nagyon nem, fura. Nem működhet. Az nem működik. Hát ha a haja köröm, ugye a nőkrém. Igen, hát az a haja férfiaknál szerintem, nem? De a kinövés az igen, de a nőknél, hogy még nagyobb fényű, még dúsabb hatású. Hát, arra dúsabb vannak hatás. Igazi dolgok, tehát arra vannak igaziak. Ásványanyagot tart, A vitamin, B komplex vitamin, tehát az, abban mondjuk van a realitás, aha, hogy egy nőnek mondjuk szebb legyen a körbe vagy a haja. Arra vannak mindenféle kapszulák. Élesztőt kell lenni. Férfi hajnövesztő, nem, aha, pénisz, ugye egyértelműen. Azt mondjuk én nem láttam ilyen krémet, tehát hogyha bekered és nagyobb, azt nem láttam. Nőknél láttam a mellkrémet, hát, a férfiaknál nem. Sokáig és alaposan kenegetve, akkor nő. Fogyasztó tabletták, ugye? Tehát az is megy, bár azt ugye szerintem nem hirdethetik, tehát az illegális, mindenféle dílerektől tudod beszerezni. Igen. Most már, tehát hogy az most már nem lehet hirdetése. Főleg az ilyen összetevőjeket, azokat igen, kitiltották. Hát igen. Én nem tudom, de én most láttam valami újság hátoldalán. Hogy beszeded és lefogysz tőlem? Igen. Mondjuk egy étrendkiegészítő az oda, az, igen, az lehet, hogy az a menekülő út. 9 után meg tudjuk kérdezni, akkor már szentemben van az egyik fogyasztó. Az egyik tablettás. Az egyik nagy fogyasztó. Fogyasztó rendelő. Kereskedő. Igen. Sok nő szedi. Nekem nagyon sok ismerősöm szedi. Az a ezt probléma ezzel. Beszeded és elveszi az éhségérzetet, felemeli a vérnyomásodat, megemeli a pulzusszámot, és ugye hát konkrétan úgy működik, mint a kábítószer, aha, az a hatása, ugye? És hát fogysz vele. A legnagyobb elveszi probléma... Elveszi az éhségérzetet. Nyilván probléma az is, hogyha egyszer elkezded szedni, és akkor eléred a célodat, de a legnagyobb probléma az, hogyha utána ilyen akuttá válik nálad ez a dolog, és folyamatosan szeded, csak szeded, és közben nem figyelsz a táplálkozásodra, közben nem mozog, stb. Tehát, hogy nem egy egyszeri kúra,
hanem hogy gyakorlatilag rendszeresen, mint más a C-vitamin, és vannak, vannak ilyenek. Megy 5 kiló, jön megint elkezdett szedni. Egy darabig ilyen nagyon volt veszélyes. Egyébként az alkohol semlegesítő, arra emlékeztek? Igen, a benzinkutakon. Benzinkuton volt italformában, meg az volt gyógyszerformában. Egy kiózanot. Igen, tudod, az nem működött? Én nem próbáltam soha. Hülye vagy, nem azért iszom, hogy ezt egy gyorsan elmúlja a hatás. Ezt nem próbáltam soha. Elvileg igen, hogy kiózanoz, de hát a vérből nem hiszem, hogy el tud túl tűnni az alkohol. És azt hirdették, hogy üljél nyugodtan autóba. Az volt a legnagyobb átverés benne, hogy ugye aki hívott mondjuk évfélig, akkor gyorsan megívott egy ilyet, és majd ha három. És ki tudtad játszani a rendőrt, lehelyen rám, tényleg nem is. Na megtaláltam, gyerekek, valamilyen szájza neve, tök mindegy, természetes pénisz nagyobbító készítmény. Nem csinálunk ilyen egyhetes teszt a lelke rovatot? Tök jó. Hmm. Szerintem tök jó. Vásárlói vélemények. Igazán nem gondoltam, hogy ennyi jótékony hatása lesz a terméknek. Igazából csak azért vettem meg a tablettákat, hogy a merevedésem megbízhatóságát javítsam. De meglepetésemre minden más tulajdonsága is megváltozott. Te jó. Aha. Könnyedén van, nagyobb. Jön mindegy. Péter H. Warren P. ezt mondta. Hosszasan kerestem egy biztonságosabb módszert a hímvesző megnagyobbításához. Uh-huh. Itt van. Hm? Megrendeljem neked? Nem, az a baj, hogy nem, most... Csak kíváncsiságból, hát teszteljük le, itt van. Kattints a rendeléshez, megtaláltam. Az van, hogy... Főoldal, bizonyított formula, hatásmechanizmus, vélemények. Hatásmechanizmus, azért rámegyek. Mondjad közben, mi van? Csak azt akarom mondani, hogy majd, ha kifújtam mostani projektem, mert oda volt írva a használat utasításra a nagyító mellé, hogy hasonló hatású szerekkel ne keverje. Tehát egyelőre várod. Igen, most először nagyítózok, és akkor majd utána. De akkor van még mindig ilyen a piacon Magyarországon is? Van. Hm? Akarod? Neki menjünk. Csak kíváncsiságból. Ez a cucc tényleg működik, írja Edward. Edward Kaliforniából. Írjon SMS-t, akinek van Edward nevű ismerős. Ez a cucc tényleg működik. A tabletták szedése után egy hónappal kezdődött, és a feleségem mondta, hogy nagyobb-jobb. Uh-huh, mindkettők uh-huh. számára. Én nem, most előtte mondta, három... a rendelés előtt mondta, hogy a nagyobb-jobb Edward. Épp most rendeltem 3 havi adagot. Mennyire valós vásárlói élmények ezek, nem? Tehát mennyire érzed azt, hogy ezeket tényleg nem valaki ott írta a marketing osztályról, hanem hogy ezek valós vásárlói élmények. Megnézzük mennyit, csak kíváncsiságban. Félnek, mondjuk a múltkoriban még van 2 deci, de megrendelhetjük ezt is. Azt mondja, hogy egy darab doboz a 15 ezer forint, 228, 337, 448. Nem olcsó. Nem. 10 monóra ugrottatok? Nem. Nem. Szóval, hogy 15.200-ért viszel egy dobozt. Aha. Nem próbáljuk ki. Na, de akkor 3-at kell rendelni, az már 36.000. Adjuk valakinek, aki nem tud róla, csak tegyük a reggeliébe. Jó, mert tabletta formájában ott van. Svécizünk ki valaki. Várjál, úgy van, hogy mindig Jani hoz reggel egy ilyen kakaós csigát, vagy mit, pizzás csigát, és a felét odaadja a Zsülnek, hogy abban szerintem simán. Nem, törjük bele az Anna kávéjába. De ez... Jó, hát a megnőne, megnőne bal karja. Mondani, nem tudom, mi van velem, olyan furán hosszú a bal karja, amit tedd össze, és 10 centivel hosszabb lenne a bal karja. Mostanában teljesen lefittyett az óra, nem tudom, hogy mi. Törjük bele a kávéjába egy hónapon nagyon keresztül, úgyhogy nem tudja. Nem tudja, hogy ezt csináljuk. Vagy Csabinak. Csinálunk minden reggel neki egy kis zöld salát, és azt mondjuk, hogy én balzsemecet. ami marad harag. Kopaszodásra kencéket vettem, hátszőrösödésre végleges szőrtelenítést, kidobott lóvé körülbelül 150 ezer forint. Van ilyen krém, amit bekensz, azt mondja a hátadra, és végleg leveszi a szőrt? Igen? Nincs hátszőröm, hál' Isten. Együtt. Csak rá kell ragasztani még egy fa-mentes papírlapot, és nagyot rántani rajta. Szerintem ilyen nincs. Egy ismerősöm vásárolt interneten napenergiával működő ruhaszárítót 7998 forintért, kapott 20 méter zsineget, 2 csavart. Igen. És egy használati utasítást. Jó. Beszéltünk már. Igen. Jó. Feng Shui módszerrel próbáltam mellett nagyobbítani, nagyon boldog voltam, hogy milyen sikeres a dolog, majd 2 hónap után kiderül, hogy terhes vagyok, azért nőttek meg a cickók, írja. Na várjál, viszont ha a Feng Shui-tól lettél terhes, akkor azt árulnám. Mert ugye ezt egy csomó ember szeretné, hogyha működne. Te akkor rájössz a sarkába, fordulj kelet felé, vagy mi? Igen, hajolj előre. A Feng Shui ez egy jó dolog, ő nem mondja hülyeséget. Hál' Isten. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, István! Szia! Igen, István. Hello, István! Na, te milyen tablettát vettél, vagy mit vásároltál? Hát én ezt a fütyinővelő tablettát próbáltam ki. Na! Amiről itt beszéltetek. Komolyan? Hát, aha. Hát nem volt ennek hatása, meg igazából nagyjából átveréshez. De az apropója mi volt? Tehát hatalmas volt, és szerettél volna egy égigérő passzújt, vagy szabad szemmel kevésbé volt látható, hogy szeretted volna, hogy a nők komolyan megyenek. Tehát mi volt az indok?
Hát a méretem az átlagos, és hát csak gondoltam el, mert általában minden férfi van. Mások által átlagosnak mondod? Hát figyelj, a barátom nem panaszkodott eddig. Aha, hát akkor meg minek? Csak mondom, hogy egy nő azt mondja, hogy pont jó, azt jelenti, hogy kicsi. Ezt higgyétek el. Hát igen, igen. Édesem, ilyen, hát nem, pont jó. Nem panaszkodom. Hát, igen, szóval, hogy... Értem én, hogy bevásároltál, igen. Igazából ezek ilyen placebo-k szerintem. Mm-hmm. Hát, nyilván persze, nem, most, nem csak maga... Nem, maga a dolog, hogy ilyenkor minden este bemegy az ember egy colstokkal, vagy... Aznap a szabadságot vettél ki. Vagy bementél a munkahelyen az ebédszünetbe kicsit rá, és még bedobok egyet. Tehát hogy működik önmagában? Ez érdekel, persze nyilván nem működik, hát baromság. De hogy csekkolod, vagy nézted? Persze, egy úgy hetente egyszer megnéztem, abban az egy hónapban. Nem fürdes sűrű. Mit ígért, hogy aktívan vagy passzívan fog nőni? Hát egyszer nézted, hát a napi egyszeri zuhanyzást azért az lehet. De a mérés biztos. Jó, hogy heti egyszer mérted? Aha. És volt ilyen, hogy azt ajánlotta, vagy azt állította a papír alapján, hogy mit tudom, hogy 10 nap múlva, vagy 2 hét múlva, vagy 1 hónap múlva, hogy volt ez? Igen, mit ígért tényleg? Hát ilyeneket ígért, hogy még egy hónap alatt 2-3 centi, vagy akár 5 centi is. És olyan volt, hogy mit tudom én, amikor láttad, hogy lejár az 1 hónapok óta, leszortad világszilmokkal a hálószobát, aznapra Szabit vettél ki. És azt mondtad, hogy na majd most, hadd szóljon! Kertyás vacsora. Hát, amúgy nagyon csalódott voltam, hogy nem működött, úgyhogy nem történt ilyesmi. Aha, csalódott volt, hogy nem működött. Hát nem, úgy különösebben nem. Nem, persze, nyilván nem azért vetted meg, mert szeretted volna, hogy 3 centivel nagyobb legyen, persze. Értem el, csak úgy vitamin helyett az ember ezt úgy, csak úgy beszedi. És meddig szedted, vagy mikor jöttél rá, hogy abba hagyod? Hát ezt az 1 hónapot úgy végigszedtem, aztán nem is erőltettem ezt, mert gondoltam, mert alapból is, hogy ezek ilyen kamuszerek, de azért hát egy szobát úgy voltam, hogy megérni. Végső elkeseredésedben nem vásároltál egy női oldalon mellnövesztő szert és kentett be azzal, hogy hát ha működik, nem volt ilyen? Nem gondoltam, hogy énekesi pályára török, aztán én is fantasalókrat, mint a... Barátnőd veled van még, István? Itt van. Na, hát akkor jó. Na, hát akkor nem is semmi gond. Olyan nagy baj nincs. Igen. Ő is amúgy nagy morisú hallgató, aztán... Köszönjük szépen. Maradt esetleg a szerből? Átvenném. Ilyen féláron átvenném. Jani bedörzsölni vele a homlokát. A talpamat hátha növök. Én azt hallottam, hogy Janinak nem igazán van szüksége ilyesmire, legalábbis igen, hát, szóval megkérdezném, honnan tudod, de nem akarok erre rákérdezni. Hát barátszőre tudom. Ja, igen. Jól van, István, köszi, ciao. Hello. Hát igen, egyébként ez a megoldás. Vagy magadnak egy tágítót, vagy a partnerednek egy szűkítőt, és már mindjárt. Igen. Úgy kínáltak cipőt, hogy ilyenben már lefutották a maratont. Írja De ő nem hazudott, lehet, hogy valaki egy ilyenben futott. Igen, sőt, már mezitláb is, akkor attól mit veszel. 10 éve Amerikában dőltem be a cicinövelő herbál készítménynek, hozzá kellett tennem, hogy az akkori férjem exe irogatott neki, hogy megműtette a melleit. Aha. Tehát volt egy kis nyomásgyakorlás, hogy ilyenkor az ember megpróbáljon zárkozni. Az mindig komoly monzer, hogy egyébként, amikor rá van írva, hogy csak természetes alapanyagok, meg hogy gyógynövényszerek, meg stb. Igen. Nekem azt mondta valaki, hogy a legjobb potenciál növelő a sárgarépa. Csak jó erősen oda kell kötni. Igen. Valaki írja nekünk, hogy van ilyen, hogy öregedés gátló készítmény, regeneráló készítmény, kapszula formájában megvásárolható, lassítja az öregedési folyamatokat, megköti a szabadgyököket, és ezáltal te lassabban fogsz öregedni. Egyensúly karkötő őrület, emlékeztek tényleg erre? Tényleg. Abból vettem párat. Persze, hogy jó lett és az egyensúlyom. Az mire szolgált? De én nekem az nincs meg. Kipróbáltuk. De ez mi volt? Itt. Volt benne nálunk. Igen, volt bent. Hogy fölveszed, és akkor lelkileg, energetikailag, mind, hogy egyensúlyba kerülsz. Meg fizikailag is. Tehát jó nagy marasság. Volt egy ilyen teszt, emléksz, hogy ki kell nyújtani a kezed, és akkor... Én szerintem én nem voltam itt, vagy én erre nem emlékszem. Ja, lehet, hogy pont én szerintem szarán voltam. És akkor, hogy egyensúly... Ha már elmondva is nagyon durva lett. Hát majd keres rá a neten, az volt a teszt, hogy egyébként oda ment egy törékeny 40 kilós nőhöz, egy ilyen 100 kilós pacák, és meglökte karkötő nélkül, elesett, majd fölvette a karkötőt, a nő kitártott egy oldalra a kezét, és akkor nem tudta lenyomni a kezét. Jézus! De harmadszorra nem tudott produkálni semmit, mert hogy egy ilyen lakritikűlel úgy szájon lett vágva. Fogyasztófűszerpor, írja még valaki, teljes nyugalommal behozta egy jó barátnőm, a körömpörköltet megszórta a porral, és bűntudat nélkül megette, mert nagyon azt mondta, hogy úgyis van rajta fogyipor. Nagyon jó. Fogyasztópor.
fogyasztok fűszerpor, és beszórod a körömpörköltet. Óriás. Zseniális. Micsoda tudatosság, nem? Beszórod a körömpörköltet. Na jól van, oké. Köszönjük szépen az SMS-eket. Nagyon-nagyon nagyon szórakoztató dolgok vannak, hogy ennek még mindig valaki bedől, ebben ez a megdöbbentő, hogy ez egy mekkora iparág. Ha megnéznék azt, hogy a magyar lakosság hány forintot szór el erre, egyébként mindenféle ígéretekkel ellátó szerekre, szerintem 100 milliók jönnének ki. Nem? Ez hihetetlen. Hihetetlen. És még akkor nincs baj, ha csak elköltöd a pénzt, de ha nem lesz tőle bajod, akkor még örülhetsz. Igen, hát igen. Mert egyszerűbb tényleg fél perc alatt bekapkodni ezeket a pilulákat, meg inni rá egy pohár vizet, mint mondjuk napi fél óra foglalkozni magaddal. Meg nem enni meg a körömpörit, az bűn. Én foglalkozok magammal, de nem nő. Ja, igen. Most egy hogy napi fél órát koncertre. Egy napi fél órát foglalkozom magammal, de foglalkoznék én többet is. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na mit szóltok a Magyar Úszószövetség kabala állatához, hogy nyugdíjazták? Hát ebbe azért kicsit a mi kezünk is benne van. Hát elsőként foglalkoztunk a témával. Foglalkoztunk, igen, a témával, aztán Kálmán Olga is csinált egy zseniális interjút, ugye, Gyárfás Tamással, és egyszerűen ott élő adásban Kálmán Olgával nyugdíjazták Boldogot, ezt a torszülöttet, ezt a szörnszülöttet, amit aztán tényleg mindenki elismert, még a Gyárfás is, hogy jó, valóban, hát csak hát azt vette át a világsajtó. Bizony, hát azt mondták, hogy a nagyszemek azok azért voltak, hogy ugye ez egy életnagyságú bábú volt, illetve inkább egy embernagyságú bábú, mert nem tudjuk, hogy Boldog amúgy mekkora. És azért kellett a nagyszem, hogy kilásson rajta a kollega. Hogy kilásson, így van. Így van, csak ugye azt a képet vette át a világsajtó, és ez a torszülött járta be most tulajdonképpen a világsajtót, és erről beszél mindenki, hogy baromi ronda volt ugye ez a Boldog. Nem szép, és hát Gyárfás úr próbált védekezni, de kicsit nem tudom, beszélhetünk erről az egyébként zseniális kis interjúról. Ugye hát úgy kezdődött, hogy ő behozott egy másik kabala figurát, azt én már nem tudom pontosan, hogy az minek volt a kabala figurája, egy ilyen hiúz, nyest, nem tudom milyen állat. Azzal próbált példálozni, hogy lám mások is csinálnak csúnyát, és hogy ezt az úszók hogy szerették, és mindenki hazavitte. Itt jött az a fordulat, amikor megmutatták neki azt a képet, amelyen a nagy Boldog van rajta, tehát az élet nagyságú, akiről beszélünk, amire a Gyárfás azt bírta mondani, hogy ez valami rokon, ezt ő nem ismeri. Te ezt érted? És hát, én ott ültem, a Viki átküldte, ültem az anyag előtt, és próbáltam értelmezni, hogy kinek a rokona. Tehát, hogy az ő rokona csak bekerült a buliba a Gyárfásnak, azért rokon? Vagy ez a Boldognak, a kis Boldognak a nagy Boldog rokona? És azt bírta mondani, hogy soha életében nem látta, ezután a szerkesztő nagyon ügyesen bejátszotta azt a képet, ahol így karonfogva áll a nagy Boldoggal Gyárfás, és akkor mondta, hogy na ez az, ezt már ismerem. Aha, igen. Kérdeztem, hogy így meg akartad kérdezni, hogy de hogy hányat tetszettek ebből gyártani a nagyból? Ugye szerintünk, nem sokat. Szerintünk csak egy van. Óriási volt. Óriási. Igen, zseniális volt, és akkor kitalálták, hogy akkor nyugdíjazzák a dolgot. Ami egy jó ötlet. Ami jó ötlet, és újra pályázatot fognak kiírni. Igen. Nem, mint hogyha nem ezt kellett volna első körben is már csinálni, egy pályázatot kiírni. Kiírták a pályázatot, de ami még csodálatosabb ennél, hogy azért én úgy érzem, hogy az úszószövetség, vagy a vízes szövetség, nem tudom ki áll mögötte, picit hisz benne, mert nem tudom, hogy azt tudjátok-e, hogy Boldognak van egy Facebook oldala. Ő saját azt most tudtam meg ma reggel, hogy van egy Facebook oldala, és ezt ő írja. Ő saját maga kezeli, Boldog maga, aki közölte, vagy átkopiszta így azt a linket, ahol őt elbúcsúztatták, és azt írja Boldog a Facebook oldalán, hogy ő tulajdonképpen ugye egy koraszülött volt, és kimúlt, de hogy ő élni fog, és nagyon szurkol. Nagyon szurkol, és végig fogja követni az eseményeket. Tehát Boldog nem pusztult el. Valami hihetetlen. És most lesz új. Igen. Hát reméljük, hogy ugyanakkor több közel leszenek az állatkának az úszáshoz. Figyeljetek, nem akarunk pályázni. Ez ugye, amit beszéltünk a múlt, hogy úszkár. Így van, úszkár. Abszolút, hát igen. Ha már kutyába gondolkodok, akkor miért ne az legyen? Hát akkor adjunk tippeket az úszószövetségnek, hogy ki lehetne, mi lehetne. Azt mondod, hogy pályázunk mi? Én azt mondom. Hogyha nemzetközibe gondolkodunk, akkor lehetne Erik az angolna. Mert hogy Eriket, az angolnát ugye mindenki ismeri, az egyik negatív csúcs volt az olimpiák történetében, aki majdnem belefulladt a medencébe, és ő mondjuk egy személy, de lehetne belőle készíteni egy kis játék állatka figurát is, egy angolnát, akit Eriknek neveznénk el, és aha, már rögtön mindenkinek ismerősen csengen a név. Azt írja valaki, hogy az úszkár az nagyon jó, a Balatonban elmerülő Hammer legyen az embléme, és úszkál. Aha. De hogy amikor ezt így valaki először leteszi egy döntéshozó elé az asztalra, és ránéz erre a gülüszemű ronda torzóra, ha ránéz egyáltalán, akkor
kinek a szép érzéke dönt arról, hogy ez cuki, ez valóban. Abban a figura lényege, hogy oda akarjál bújni, meggyömöszöld, aranyos legyen, cuki legyen, ránézzen. A gyerek rögtön beleszeressen, hogy meglátja. Ránézél és mosolyogjál. Na most a kis boldog, amit ugye a gyárfás is bevitt a Kálmán Olgához, az már egy cuki, aranyos, ilyen kis inom. De az a nagy életnagyságú, tehát konkrétan a gyerek 6 éves, de azt az éjszaka megmutatnám neki egy rosszabb pillanatában. Hát, rémálmai lennének. Sajtótájékoztatta, csak 18 éven felülieknek. Hát gyereket, ahogy bevigyétek, mert elsírja magát. A gyerek nem jó, nem, mert menj oda, simogás meg boldogod. Tudod, annyira ronda volt, annyira nagyon ronda. Na nézzük, mit írnak a hallgatók, van egy-két ötlet, legyen Hódor. Hódor. Igen. Szurkolj velünk és Hodorral. Fél, nem kell a szlogenen gondolkozni. Egyszer bírnám, a kicsit ilyen eltérő kabalálatunk volt, vagy lenne, vagy tehát kicsit más, mondjuk ja. Boldog is az volt, tehát kicsit más volt, mint a... És mégse kellett látni. Mégis eldobtuk szegénykét, igen. A mi kis drága vízipókunkat írjátok még sokan, hogy ez nagyon, nagyon cuki lenne, egyébként csak azt se értik. Tehát egyáltalán kell érteni egy kabala figurát, nem kell ezt túl misztifikálni. Hát, a cuki legyen aztán kész, hogy most az adott országban az mit szimbolizál, az tök mindegy. Legyen Zimány Linda a kabala figura. Sellőként az imány. Tehát nem lábai lennének, és akkor az már a vizes, érted, az úszik. Kacsacsőrű emlős. Legyen egy tyúk, és legyen az, hogy kopoltyúk. Kopoltyúk? Na, elmész. És itt van az úszóvilágbajnokság. Kabaláta, kopoltyúk! Ez megint csak miért tűnik, de jó. Kopol. Kopoltyúk. Igen. Kopol a tyúk. Hogy hívják? Kopol, de várj, akkor az a kereszt neve a kopol. A kopol. Kopolnak hívják. Kopol a tyúk. Legyen Broker Marika. Ugye Marcsika a kabalállat. Eddig minden megúszott. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Érkezik hozzánk a mi drága Hajnóczi Sománk. Reméljük, hogy az ő neve sokaknak mond már valamit. Ugye bűvész világbajnok, és volt már itt nálunk, elképesztő trükköket mutatott be itt az adásban, és visszatért most a 26. bűvész világbajnokságról, ahol ő egyébként zsűritag volt. Mert hogy ő világbajnok. Annyira nem engedik indulni. Igen. És hát félnénk, hogy alázna a mezőny. Így van, rengeteg fiatal bűvész példaképe, aki jártas ezekben a körökben, az tudja, hogy elképesztő nagy neve van a szakmában. Soba, hát örülünk, hogy újra itt vagy. Riminiben Olaszországban volt a bűvész VB-n. Idén, hát jó volt. Jó volt, én nagyon élveztem. Ugye most zsűriként hívtak meg engemet, és hát egyrészt óriási kihívás volt, tehát nagyon érdekes volt ez nekem. A legfélelmetesebb az egészben az volt, hogy én ugye versenyeztem VB-n, 2009-ben nyertem, tehát pontosan tudom, hogy mennyi energia, idő, erőfeszítés megy bele ilyen világbajnoki műsorba. Én 9 évet készültem annó, és most odaültem a zsűripadra, és hogy tényleg egy tollvonással elintézed ezeket a, most idézőjelbe téve, ezeket a versenyzőket, akik fent vannak, és lepontozod őket, és jön a következő. Élveztem, ez ilyen félelmetes. Egyébként élvezetes volt. Tehát a másik oldalról látni. Volt nagy arc. Nem jött át, gyerekek, nem jött át. Az lük, nem jött át, arra gondolsz? Igen, nem jött, ez most nem. Én nem tudtam, hogy te ennyi fiatal bűvésznek vagy a példaképe. Forgattuk a Got Talentet, és hát ugye nyilván vannak bűvészprodukciók, hogy ott mindenki a te nevedet mondogatta egyébként, mikor kérdeztük, hogy ki a példakép, kire szeretnél, honnan veszed a trükköket, és 10-ből 8 bűvész, nagyon sok bűvész volt egyébként, azt mondta, hogy rád szeretne hasonlítani, és Magyarországon te vagy az egyik, akit mondjuk példaképnek tart. Büszkélkedtem, hogy voltál benne náluk, mindenkinek elmondtam. Nyilván ez nem lesz benne, de hogy baromi sok fiatal tényleg azt szeretné, hogy olyan nagy név legyen a szakmában, mint te, ezt te tudtad? Hát én ezt gondoltam, tehát igazából a... Nem gondoltam rá. Én bírom a valakit, ki kell mondani, persze. Nem, hát igazából szerintem Magyarországon nem volt elérhető távlatban az, hogy valaki világbajnok legyen. Én se gondoltam, hogy világbajnok lehetek, csak egyszerűen összejött a dolog, tehát jó volt a csillagok állása, szerencsém is volt, nagyon sokat is készültem rá annak idején, és azzal, hogy én világbajnok lettem, szerintem az emberek meglátták, hogy hát ilyet lehet. Úgyhogy szerintem ez egy inspiráló tényező volt mindenkinek. Hát én csak azt csinálom, amit szeretek, aztán örülök, hogy ez tetszik az embereknek. Tehát ez így néz ki. 9 évet készültél a világbajnokságra? Ez nem úgy néz ki, hogy nem ettem, nem ittam, nem jártam suliba, de igen, ez egy nagyon hosszú ilyen műsor evolúciós folyamat volt.
2000-ből vannak az első fotók, ahogy kis soma ilyen kis mobiltelefonokkal, nagyon gagy ilyen játékboltban vettem telefonokat, állok ilyen fotón. Azt hiszem, 8-as Damila lemez egy biliárdgolyót, és így emelkedik a biliárdgolyók. Lebeg. Lebeg a biliárdgolyó, és megvillan a Damil, igen. Hát de mindenki így kezdi, nem? De szerintem ez normális, tehát igen. És ezt tehát nyilván, az a durva egyébként, pont van egy jobb kezem, őt úgy hívják, hogy Kelle Botond, itt van ő egy bűvész, és ő egy igazi szakmai zseni. Szerintem ő nagyon sok mindenben segített nekem, és hogyha ő nincsen, akkor én nem lennék világbajnok, és vele nagyon sok mindenen dolgoztunk együtt a 9 év alatt, és azóta is a műsoromon. És az a durva, hogy mi minden nem került bele a műsorba. Tehát, hogy olyan mennyiség, olyan fajta trükk volt, amit kidolgoztunk, szerintünk jó volt, de aztán nem illett bele ebbe a 9 percbe. És ez volt érdekes most látni a világbajnokságon is, hogy nagyon sok olyan műsorszám volt, ugye maximum 10 perc lehet egy műsorszám a VB-n, aztán függöny, hogy egy 4-5 nagyon erős perc volt benne, de a maradék nem volt igazán jó. Tehát azt mondtam arra 4-5 percre, hogy hú, ez nagyon jó, mondjuk az eleje és a vége, de a közepe olyan gumi, tehát hogy olyan ki volt töltve igazából. Mivel nyertek? Mert két nagy díjat adnak ilyenkor ki, az egyiket színpadi bűvészetben, és a másikat úgynevezett close-up bűvészetben, ez ugye az ilyen mikromágia, ahol ilyen közelebbről vannak a dolgok bemutatva. Színpadi bűvészetben... amiből nem lát senki semmit. Igen, kivetítővel, tehát azért van erre technikai megoldás. A színpadi bűvészetet egy spanyol figura nyerte, úgy hívják, hogy Hector Mancha, és egy ilyen rövid nadrágban, rövid ujjú trikóban így bejött a színpadra. Nagyon fura figura, úgy néz ki, mintha az Addams Family-ből az egyik ilyen csávót kiemelték volna, ilyen fura arcszerkezet meg. Egyébként nagyon jó fej csávó, utána beszélgettem vele többet is. Bejön a színpadra, a kezét megmutatja előről, hátulról, üresen. Csak a mancsát figyeljék. Csak a mancsát figyeljék. Olyé, padám! és elkezdte szedni a pénzt a levegőből mindenhonnan. És gyakorlatilag ezt csinálja 7 percen keresztül, de úgy, hogy még én is néztem, hogy úristen, honnan jön, hogy csinálja. Tehát, hogy volt egy-két olyan momentum a műsorban, hogy lövésem nem volt róla, hogy van, és ezt nagyon szeretem. Tehát ez ritkán van ilyen, és ez tök jó érzés volt. Hogy elkezdte szedni a pénzt? Tehát, hogy elkezdett a kezébe hullani a pénz? Hogy most nem, nyilván nehéz egy mutatványt átadni, csak igen, hogy mégis belenyúl a levegőbe, és elővesz onnan mondjuk egy 20 000 forintost, úgy, hogy előtte nyitott ujjakkal előről, hátulról megmutatja a kezét. Ezután belenyúl megint a levegőbe, elővesz még egyet, akkor elkezd tapsolni, és elkezd hullani a kezéből a pénz. Tehát ilyen teljesen valószínűtlen volt az egész. Kéne egy ilyen otthonra, nem? Hát ez nem ártana. De négy mesében, tolj egyet! Tolj egyet! Még egy aranytojást, tolj egyet! Hogyha valaki trükközés közben lebukik, akkor az abszolút kizáró ok? Tehát ha te észreveszed, hogy csinált a trükköt, vagy az is jó, ha annyira jól csinálja, hogy egyébként tudod, hogy mi a megfejtése a dolognak, de jó a sztori. Hát én azt gondolom, hogy ha én tudom, az nem feltétlenül kizáró, de hogyha látom, tehát hogyha látszik, tehát hogyha effektíve lebukik, tehát hibázik, az szerintem nem megengedett egy világbajnokságon. Tehát mint a három keze van, és az egyik keze sokkal barnább, mint a másik. Igen, és a műkéz az úgy van besminkelve, négy árnyalattal barnább, és az fog még... meg a jobb feltűnően szinkronban mozog a ballal. És közben időként így a harmadik kéz középről előtönik, mint egy lőgyre fönez filmben. Ilyenkor egyébként zsűriként melózol azon, hogy vajon mi lehet a megoldás, vagy átadod magad a látványnak, és azt mondod, hogy jó, fél, nem tudom, nem is érdekel, viszont baromi jó, ahogy csinálja. Hát nagyon ritka az, hogy olyat látok, hogy ne tudjam, hogy mi a megoldás. Hát több ezer trükk van, hát hogy van mind a fejedben? Nem, nincs mind a fejemben, csak szerintem a bűvészkedés az egyfajta gondolkodási mód. Tehát, hogy megtanulsz így gondolkodni, megtanulsz, tehát arra ráhangolódsz, hogy kell végig gondolni, hogy mi lehet a trükkök megoldása, és én már nem azt látom, hogy wow, lebeg a biliárdgolyó, vagy nem tudom. Tehát, a 8-as Davidot. Igen. Hanem engem az hoz lázba, hogyha szépen megkoreografálják magát a műsort, jó a mozgása a figurának, jó használja a zenét, jó kezeli a nézőket a színpadon. Tehát ez igazából már színház, és itt a színház különböző aspektusait kell figyelembe venni annak, hogy annak érdekében, hogy ugye minden stimmeljen ahhoz, hogy valaki első helyet, vagy akár abszolút világbajnoki címet nyerhessen. Igen, a magyarázat érdekli az ember szerintem, hogy hogy csinálja. Ez a pali, aki például kijött, és semmi nem volt a kezében, tehát tök racionális, de hogy honnan húzza elő, nem? Vagy hova rejti? Rövid ujjú pólóban, nem látod, nem nyúl bele az öltönyében, nincs rajtaink, tehát hogy azért ilyenkor tényleg gondolkodik az ember, hogy a fenébe csinálja. Ezen én is gondolkodtam. Van ötletem, de azért főleg úgy történik a verseny, hogy 5 napig megy a verseny, és színpadon 5 különböző kategóriában lesz egy-egy világbajnok. És a 6. napon ez az 5 világbajnok mérettetik meg egymással újra. Tehát a legjobb műsorokat újra megnézhetjük.
És akkor a másodszor egy kicsit már jobb, tehát jobban látom én is, hogy vajon mi történhet, de pontosan, hát még így se tudtam mindent beazonosítani, úgyhogy hát érdekes volt. Érdekes volt. Zseb van varva a tenyerében. Nem, nincs. Most megfejtettük felé. Igen, és világbajnok. Egy szikével csinált két sebet a kezére, és felvart. Benne a 20-asok. Igen. A többi zsűrit, akik voltak? 9-en voltunk. Dumbledore, Hocus Pocus. Igen, Hocus Pocus. Igen, ott ült még Voldemort. Az a megszabás, hogy minden országból maximum egy ember lehet, tehát hogy ne legyen ilyen olyan helyzet, ne állhasson. Na hát, nem mintha nem a beszédből élnék, de csak sikerült ezt ne a mondatot meg. Igen. De olyan helyzet ne legyen. Ne legyen, hogy mondjuk egy francia versenyzők és három francia zsűritag van, és akkor rászavaznak sokkal jobban. Hát aki lehet, hogy ismerős az embereknek, a Cyril Takayama, aki egy japán bűvész, és elrontott. Egykorom Forma 1-es pilóta, sose tudott elrajtolni. Mindig egy kört ment Nakajima Takayama, most már bűvészkedik is. Igen? Nem, hát ő volt az, akinek szerintem még ti is láttátok valamilyen fajtaféle videóját a neten, mert nagyon sok ilyen több millió views ilyen vírus videója keringett az interneten. De volt egy belga humoros bűvész, egy német mentalista, egy... Azt hiszem, hogy 4-en voltunk korábbi világbajnokok, ott volt a zsűriben volt a francia TV5 csatornán van ez a Le Plus Grand Cabaret du Monde, ez a világ legnagyobb varieté show-ja, annak a kizárólagos booking agentje egy nő, és bent ül ilyenkor mindig a zsűriben. Azonnal, hogy már lecsap a tehetségekre, aztán viszi is őket tovább. Konkrétan ez történik. Ott ül a szerződésekkel, és ez kell nekem, ezt viszem a műsorba. Tehát. Na, múltkor beszéltünk, ez a Dynamo gyerek, ez jó egyébként, mindenki őt favorizálja. Most is kérdezik, hogy kapott már valamilyen VB címet? Nem, Dynamo szerintem világbajnokságon soha nem indult el. Én még versenyeztem egyébként Dynamo-val annak idején ilyen 2002 környékén egy londoni kongresszuson. Dynamo szerintem nagyon eltalálta azt, hogy mi kell ma a televízióba, ezt a kicsit lepukkant ilyen street arcot alakítja, ugye nagyon jó hozzá ezt a karaktert, egy nagyon profi, nagyon, nagyon keményen jó csapat áll mögötte. És nyilván hát ezek a trükköket, amiket látunk, vagy a nézők látnak tőlük, azok nem csak olyan trükkök, amiket ők találnak ki, hanem ez mindenféle különböző bűvésznek világszinten a alkotmánya, a különböző trükkök, és ezeket ők nagyon jó köntösbe öltve adják elő ebben a tévéműsorban. Én szerintem Dynamo nagyon jót tett a bűvészetnek, mert nagyon sokan látják, nagyon sokan élvezik, és tehát ez reklám gyakorlatilag nekem is, hogyha úgy tetszik. Csak oda megy az utcán valakihez, azok valódi jelenetek, vagy ott csak annyi a trükk, hogy egyébként mindenki be van avatva, baromi jól eljátszák, és onnantól kezdve könnyű megcsinálni a trükköt. Ugye nagyon sokan csinálják ezt az utcán, oda megyek és csinálok hat ember előtt valamit. Ez egy műfaj, ahogy te is mondod. Street ne? Magic. Ez a street magic, ugye tényleg lebegnek, repülnek, vizen járnak, és elkápráztatnak fiatal tömegeket, mintha spontán odalépnének hozzájuk. Ezek ilyenkor beavatott pillanatok, beavatott szereplőkkel, vagy tényleg spontán van a dolog? Szerintem általában azért ez inkább spontán van, tehát könnyebb avval magyarázni, hogy biztos be voltak avatva, és azért választotta a Káro 8-ast, de ez nem így van. Az lehet, hogy felveszik 12-szer a mutatványt, hogy a legjobb reakciókat tudják aztán bemutatni magában a tévéműsorban, meg az, hogy valaki vizen jár, hát ha levinném Füredre, szerintem nem sétálná át a Balatonon onnan, de nyilván... Tehát, hogy nem beépített nézőkkel van ez az egész megoldva. Hát meg ugye nem csak civilekkel csinálnak, sokszor világsztárokkal, zenészekkel, színészekkel vannak olyan trükkök, amiket nekik sem, ott nem hiszem el, hogy 12-szer egymás után leforgatnánk. Ez egy tökéletes dolog, a Dynamo-nak kijött ez az önéletrajzi könyve, amiben leírja, hogy ő úgy került be a köztudatba, hogy a... Egy jedlikányos feltalált. Hogy a pályafutása elején elmentek rengeteg koncertre Angliában, és ott megpróbáltak így gyakorlatilag belúgni a VIP részlegre, és 10-ből 8 koncerten kidobták őket, de 2 koncerten valahogy sikerült bejutni, és akkor gyorsan felvettek egy jelenetet a nem tudom, néha csak az előzenekarnak, ugye az énekesével, néha akár ilyen Coldplay, meg ilyen olyan zenekarokkal sikerült így egy kicsit összebratizni. Nem rossz reklám. Nem rossz reklám, aztán persze kidobták őket, de ez megvolt felvételen, és aztán hát ugye minél több ilyen felvételt összegyűjtöttek, annál inkább azt hitték, hogy ő is egy nagy embert, egyre többet hívták őket, tehát okosan csinálták ezt. Na, mit hoztál nekünk? Soma felállt és széthajtogatni készül egy újságot. Egy népszabít, nincsenek jelentőség. Nincs igazából. De mondjuk, a rendkedvét mindent elmondott.
Itt egy népszabadság! Egyszer félbetépem. Egyszer félbetépi. Még egyszer. Még egyszer félbetépi az újságot, tehát már többször félbetépte az újságot. Még egyszer hagyjuk össze. Még egyszer félbetépjük. Már most még nehezebb lesz, majd mondom. Már egyre nehezebben tépjük félbe. Tehát apró darabokra tépél egy népszabadságot, állva... Pici kis darabokra. Na most a lényeg. Igen? Így. Meg kell fogni a népszabadságot, ráfogni, fúj rá egy szuper, mi a kedvencem. Igen. Ne szórakozzál már, elmész a... Ne! Nem áll! Nem hiszem a gyerekek, itt tépte szét, 25 centire ülök tőle, széttépte az újságot, és egybe van. Csináljunk még egy dolgot. Egy gyors éttermes papír zacskóból. Gyors éttermes papírból elővet, igen, egy szívószálat. Ez nagyon érdekes dolog, mutatom, hogy hogy kell... Lassan csinál, csak hogy legyen időm elmondani a hallgatónak, hogy mit láttunk. Bedugtad az orrodba a szívószálat. Itt nem lehet a fülemből kiúzni, mert csak nagyon, hogy bedugtad az orrodba, és utána kihúztad a fülemből. De hát ezt azért kicsit rákészülök, ezt én is megcsinálom. Mutatok egy jobb, érdekesebb dolgot. Azért ez Rodolfo egyes doboz volt, tegyük hozzá őszintén. Tehát, hogy ezzel azért még nem vagyunk meg. Hát Balázs, te mondtad, hogy egy kicsit hosszabbra, hogyha elnyújtanám a mutatványokat. Ennek fényében beteszük az acskóba. Jó, bár beraktad a szívószálat az acskóba. Igen. Picit meg lehet növelni a szívószálat. Jó, igen. Csettintünk. Szívószálusz meg. Megnövusz, vagy ja, nem tudom. Innentől kezdve a műsor hallgatása szabadon választott fakultati. Ennél már csak a fűreléti ihos a durvább. Most figyelj, jó? Tehát igen? A szívószálat sem sokkal nagyobban így elő kell húzni az acskóból. Nem hiszem. Nem csak mondjuk, hogy egy rendes mekis papír zacskó volt, vagy tök mindegy, egy gyorsétermes zacsi, csak ahhoz hasonlít, nem volt rajta felirat, és Soma a következő pillanatban egy kb. 2-2,5 méter hosszú műanyag szívószálat húzott úgy elő belőle, hogy a szívószál átmérője kb. 8 centi. Ügyesebb egy kerítést is átugranának. Szergej Bubka ezzel neki szaladna a világbajnokságnak, az ausztrálok didgeridoo-nak használják. Igen, egy 2 méteres hosszú vastag szívószálat húztál elő. Átmen. Feri, mit mondasz? Nagyon jó volt. Jó. Akkor jöhetek a következő körben. Igen. Még egy nagyon fontos dolgot, amit mindenképpen meg kell kérdeznünk egy bűvésztől. Mennyiben van egy hónapban nyúltáp? És hogy fogjátok be a galambot, ha elrepül a kalambból? Hova visz legközelebb, Soma? Kedden illok Kóreába. Egy szintén szakmai kongresszusra előadást tartok, meg szemináriumot tartok. Meg van egy beszélgetés. Nagyon jó lesz egyébként, egy olyan gálaműsorban lépünk fel, a világbajnokok gálája, és az utóbbi 12 év 6 különböző világbajnoka lépünk fel együtt egy gálában, tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon szuper dolog lesz, főleg úgy, hogy Korea kapta meg a következő világbajnokság szervezési jogát, tehát most ők is nagyon izgatottak, és szerintem mindent oda fognak rakni, hogy a 3 év múlva a következő VB-n mindenki ott legyen majd. Aha. Észak vagy Dél-Koreában, csak azért kérdezem, hogy találkozunk-e még. Igen, mert tudod, ha Észak-Koreában nem tetszik a trükk, akkor azért ott nem biztos, hogy előkerülsz. Erre rájött. Csak egy ember ne tapsoljon. Igen. Kész. Ha a főnöknek nem tetszik. Nem indulunk el mi is ezen? 3 év múlva egy ilyen nagyon primitív, berakjuk Ferit egy ládába, és háromba vágjuk, és egy műláb mozog a láda végén. Nem indulunk és nem tudtok összerakni. Egy ilyen brutál rossz trükknek indul, de a végén betanulunk valami olyan elképesztően durvát, hogy senki nem fogja érteni a magyarázatot, és elindulunk egy ilyen nagy közhelyszerű feküdj be a ládába, három részbe vágunk dologgal. És rosszul rakjuk és össze. Igen, nem, hogy nem raksz össze. Mondjuk, ha rosszul összeraknánk, azért az nagy csoda lenne. És működnék. És középen van a fejed fölül, a lábad alól a tested, és működnél, az szép, igen. Soma, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Mindig örülünk neked. Ha van újdonság veled kapcsolatban, akkor jelezd, szólj. Bármikor szívesen látunk, mert egyrészt baromi jól beszél, szórakoztató, amit mondasz, és nem rosszak a trükkök, tényleg. Jó, nagyon nem dicsérlek. Jó? Köszönjük szépen. Hajnoki Somának, köszi Soma, vigyázz magadra. Köszi, sziasztok. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Mi van mostanában? Én nem tudom, hogy a fura. Mi van mostanában ezekkel a mai előadókkal? Miért nem ír valaki egy tökös jó dalt? Még az új Madonna dalt kedvelem. De ha mit úgy megjegyzel, ami sláger, ami jó, és ami úgy tényleg jó.
Kevés hát vagy van. Ott van Kálai Tempest András. De tényleg? Ez ő dala jó, nem? Igen, picit európos, de egyébként tényleg. Most a külföldi előadókra gondolok, hogy mely ez a himi, humi, simi, sumi, hallott, ha nem, akkor elfelejtettök mindegy, hogy nem marad meg, semmi. És nem sláger, és nem lesz soha sláger, nem? Ráadásul nekem feláll a szőr a hátamtól a xilofonnak a hangjától. Óvodában mindig az volt, hogy amikor elindult a játszás, ugye, akkor gyerekek odarohantak a szekrényhez, mindenki kicibált mindent, kis dömpert, harckocsit, katonákat, stb. Janikának mi maradt a végén? Az a nyomorú xilofon. És akkor dögöljetek meg. És azzal játszottál. Én imádtam szilofonozni képzel. Nem ez a Szabad Rablás volt? Az óvodába? Hogy oda, mindenki oda rohant, és akkor így, valaki elvitte a fakockákat, valaki elvitte a kis dömpert, valaki elvitte a markolót. A legnagyobb, ugye ez mindig vagy a darus kocsi volt, aminek lehetett a gémjét állítani, vagy a markoló. A markoló volt a legtutibb, mert ott volt egy kis tekerő az oldalán, és emelgetni tudtad a kanalat, és a zseni volt. Nekem mi maradt? Ezek maradtak a végén. Én mindig babáztam, úgyhogy nem tudom, hogy mit csináljam. Nem tudom, a srácok miért állnak. Öltöztetted, vagy fésülted is? Öltöztettem, puncit néztem, tehát ugye mindig babákkal játszottam, sose érdekeltek a markolók. Dehogy is. Nuni már tiszta? Na, biztonság kedvéért. Kamperítsuk meg még. Én szerettem szilofonozni, nekem otthon is volt. Különböző színű volt mindegyik, ugye, hogy tud melyik volt, kis faütöm hozzá, és általában meglazult a csavar, és az egyik fele mindig volt csavar, a másik fele meg így lógott, és úgy össze-vissza álltam az egyik lap a másikon, ütöttük a tesómmal, ház zenekart alapítottunk. Én szerettem szilofonozni. Uh-huh. Én bírtam. Egyszer csak belépett apád a szobába, a szájában egy pánsíppal, és elkezdtük is jön, aztán pedig édesanyád is bejött egy dorombal, és akkor így a nagy családi zenekar. És de indián jelmezbe a dél-amerikai indiánok, igen, dalait tettük el. Utána pedig közösen elolvastattuk a friss őrtornyot. Nem, ilyen nem volt, hogy olyan furujám is volt, hogy ott is piros volt a furuja, fekete volt, és a különböző gombok különböző színűek voltak. És ilyen kocka alakú volt a furuja. Ez a műanyag furuja. Hát ez a síp, vagy mi ez a síp jellegű. Nem a klasszik fa furuja, hanem és akkor furujászára, csak a piros, és akkor megtöltöd az István, a király felkelt a minapunk. Hozzak egyet holnapra, ember! Hozzá most egy ilyen furuját! Most ide egy ilyen furuját! Nem, ez már vagyok, amit a kompány vezérő esküdtette, jó atyám, nem, ezt nem tudtam eljátszani, de felkelt a minapunk, István a mi úrunk, ha most hozol egy ilyen furuját, eljátszom neked. Ja, igen, meg dorombal Nem, még egyszer mondom, nem volt Smoke on the Water doromban, viszont István a király felkelt a minapunk, most hozz egy ilyen furuját. Na. Mit adsz nekem, ha most valaki 10-ig ide volt egy ilyen furuját? Én most fogadjuk, gyerekek, 10-ig valaki hozzon egy olyan furuját. Egy olyan furuját, ami kocka alakú, különböző színűek rajta a gombok, és nem ez a fa furuja, hanem ez a piros-fekete kocka vagy, furuja. Vagy fémből, vagy műanyagból. Igen. Volt a nagy, egy fekete, középen volt egy fekete befúvója, és színesek voltak a gombok. Én soha nem mertem a számba venni, mert soha nem tudtam, hogy ki volt az, aki előttem telenyálasztam. Mert akkor is kényszeres voltam, mert 4 évesen ezen gondolkoztam, hogy vajon ki kapta be, ezt megtisztítom egy kis midomestosztyát. Mert akkor is ilyen volt, de 4 évesen nem érdekelt. Nem veszem a számba, sőt, előtte kezet mosok. Na tessék, ha most valaki idehozza ezt a furuját 10-ig, és én eljátszom neked rajta az István a király, mi a fogadás tétjét? Neveznek! Jó, arcom vágtalak egy fehér kesztyűvel, és várlak holnap hajnalban pirkadatkor egy párbajra. Így van. Nem menekülhetsz. Ahol te az István a királyt fogod játszani műanyag furuján, én pedig a szikendiszt vagy a metalikát. Mi a fogadás tárgya? Mit adsz nekem, ha most ezt eljátszom 10-ig? Egy vadonatúj. Mit? Furuját. De legyél már ilyen. Most érted? De fuligálsz engem, ledegradáltál, és nem hiszed el, ha most 10-ig valakihoz egy dolog. Hozzatok egyet, nagyon kérlek. Látkozzál, hogy ne jöjjön 10-ig egy ilyen furuja ide. Valaki ne járjon erre, és legyen egy ilyen műanyag furujája, mert besírsz rajta, ha eljátszom. Eljátszom neked. Bizony is te kis virtuóz. De jó. Hogy hívták azt a vackot? Nem emlékeztek? Volt annak valami hangja? Mert akkor mondhatnánk, hogy az akármi virtuóza sem. Amiről beszél, ez a balázsofon. Egy hónapban kettő szabadon választott időpontban. Azt hiszem, hogy 2 szabad napod volt egyébként, mindig gyakoroltál éjjel-nappal. Beállok egy benzinkútra, és kitakarítod a kocsimat.
Hú, ezt ne vállald be, abba, ja, ami lehet. Egyszer alaposan egy benzinkút, ilyen 50 forint bedobok, porszívózok, gőzborotvával végigmegyek, én ülök a benzinkútnál, egy jóféle feketét iszom, és te kitakarítod a kocsimat. De várjál, egyszer, te kitakarítod, kiporszívózod, lerázod, fölpolírozod egy benzinkútnál, nem ez a beadom a kulcsot és 10 000-re lemossák, odahozod a kis izédet, flóraszeptes vödrödet, a kis nyomorúságos kis szivacsaidat. Megtakarítom a nyomorult autót. Letakarítod, okay, a kocsimat. Jó, letakarítom. Jó, megtakarítom a kocsidat. Hozzatok 10-ig egy ilyen furuját. Az eredeti színét. Menjen el valaki hozzám. Nekem otthon, jó, van egy furuján, most találtam meg anyáméknál, és hazavittem. Menjen el valaki hozzám, odaadom a lakáskulcsot. Igen? Hozzá ezt a furuját. Na mi van? Ez olyan, mint valami hülye népmese, nem? Úgy hívták, hogy... És a legkisebb fiú. Úgy hívták, hogy Triola. Tegyétek ki a Facebookra. Szállalmas. De ne ilyen sok gombút hozzatok, a kisebb, fekete, jó, és nincs rajta ennyi. Milyen sok gombú? Hát ez egy oktávnyi hang, ne szórakozzál. Na, akkor ez lehet, hogy amit én hozzom valaki egy ilyen furuját. És tudod, mindig csak azt az egy dalt? Mindig ezt a felkelt a mi napunk. Nem volt, hogy István a mi úrunk. Bosszantó, beképzelt fickó. Hatszuk koppány, nem kell már. De igen, volt az egyet. Uram, egyet, uram, persze, ezt is játszottam. Dabatem domine! Dabatem domine! De az egészet eljátszottam, igen. Nem, ezt tudtam eljátszani, furulján. Ezt tudtam eljátszani. Hozzatok semmi egy triolát. Az egyet? Hozzatok egy triolát. Hát még ilyen közhelyeket, mint a Black Sabbath-tól a Paranoid, meg ilyen. De ilyen jól hangozhatottad. Na, jó, ha valaki hoz egy triolát, akkor azt most nagyon megköszönöm, egy komolyabb készpénzösszeget adok neki, mert ha Jani letakarítja, az kitakarítja az automat egy hamba, egyszer oda fogok gittelni a átsülésre, csak mondom. Beszállítom két hasmenéses farkas kutyát előtte, és elviszem őket Ózdra is vissza, hogy úgy kelljen kitakarítanod. De volt olyan, hogy behozott apád a konyhából egy széket, szentest, és felállított rá. És halljuk! Halljuk! Nem. János, a mi családunk nem retardált volt, és nem egy beteg család, hát volt. Csak büszkék, igen, voltak a teljesítményre. Persze, miközben anyám belehányt a kádba, és ott is ott úszott a pontja, ami megette, persze. Nem. Ahoy, nem ilyen családunk volt, nem állítottak vesztelenül egy sámlira, hogy furuljázzam el a felkelt a mi napunkat, de volt úgy, hogy ezt nekem otthon mégiscsak azért elő kellett adnom. De nem volt egy sámlira áll a karácsonykor. De apád nem üvöltött, mint tudom én érteni, néhány pohár tojás likőr után, hogy és most a bye-bye London! Bye-bye London! Triofonon! Vagy hogy hívták? Triola! Bye-bye London! Goodbye! Bye-bye London! Igen, persze. Nem, ilyen nem volt. Ilyen nem volt. Mindenki arra vár, hogy triolázzál neki. Te! A triola Várnos Szavérja. Az vagyok. Ugye csak mondjuk át, ha valaki nem hallgatta a tegnapi adást, hogy én már nem tudom, hogy de felmerült, hogy ki milyen hangszeren játszott gyermekkorában, és akkor elindult ez tényleg a triola, a fúvola, meg a dorom. És szóba jött ez a kis színes műanyag, különböző színes gombokkal felépített kis hangszer, ami ugye hangszernek azért barokkos túlzásra mondható, de gyermekkorunkban nagyon szeretük, triola a neve. A mi generációnak gyermekkorában volt ilyen. Így van. Fekete, piros, színes gombok vannak rajta, nem furulja, triola. És ezt szerettük. És tökéletesen alkalmas volt arra annak idején az óvodában, hogy a cseppfertőzéssel terjedő gyerekbetegségeket egyik gyerekről a másikra átragassza. Az, annak is volt egyébként, amit a kezedben tartasz, egy úgynevezett fújóka része, csak azt már megkoptatta az idő, az nincs rajta. Ezt egy hallgatótól kaptuk tegnap, és gyönyörű darab. Nagyon szép, eredeti keletnémet. Eredeti keletnémet, igen, és azt mondtam, hogy ha tegnap az adás végéig hoz valaki egy triolát, akkor eljátszom az István a király egyik híres dalát. Márpedig én most. És tegnap 10 óra előtt megjött a triola, csak nem volt már időnk, és akkor átlógatta Jani hihetetlen ritmus érzékel a mai adás, hogy akkor ma, és a fogadás tárgya, gyerekek, nagyon nagy mínuszba vagyok ma már, tehát én nem tudom, miért fogadok ennyit. Hogyha sikerül, akkor Jani letakarítja, vagy kitakarítja a nem létező autót. Jó, most jön, hogyha nem sikerül, akkor az most nem volt. Most ez egy ilyen díj volt, hát most én már utólag ne kössünk. Hogy mi legyen. Ne utólag ne kössünk. De nem, figyelj, ez nem. Az volt a díj, hogyha... Egy picit rólad is szól az egész. Én azt szeretném, hogyha most nem sikerül neki eljátszania, akkor minden csütörtökön ezentúl
tíztől fusson neki újra jó. És újra. Jó. Miért muszáj? Jó, ebben benne vagyok. Jó. Tehát amíg egy próbálkozás, most sok próbálkozás, de ha nem játszom el, akkor minden csütörtökön negyed tízkor megint. Amíg el nem játszom hivatlanul, addig minden csütörtökön negyed tízkor egy próbálkozás. Egyébként nincs autóm, tehát hogy nem kell nagyon félned attól, hogy bármit de is hát kell takarítani. Kiszúrásból egyébként veszek egy ifát, egy platós ifát. Összegonyízom, azt akarhatom. Veszek egy platós ifát egy hétre, és az lesz az autóm, és azzal fogok beállni a benzinkútra. Na most akarom, és kínálod oda. Triolát hoztam, őseink trioláját. Le tudod szolmizálni? De hogy tudom szolmizálni, nem. Na, fújhatok próbafújást, hogy melyik hangon indul? Tehát, hogy hol indul? Jó. De balkezes vagyok, a billentyűk a jobb oldalon. Jaj, akkor fordíts meg. És gyerekkorodban hogy? Ez volt az. Igen? Ez már az? Nem. Nem tudom, hol indul. Ott, az első, nem az. Á, ez túl mély, ez nem jó. Az tök mindegy. Menni fog az. De ez ne felejtsd el. Tényleg ne felejtsd el, hogy te szinte hazajársz a Mátyás templomba. Nem ismerted meg? Hát nem. Ja, ez a felnégyelni volt. Nem. Ja, tényleg. Felnégyelni? Á, Istenem, hogy volt ez? Várjam. De nem, ez nem jön. De az jó, az hiddel. Alakul. Vagyok, neked segítek, hiddel. De az én triolámon ez nem így szól. Én triolámon. Mert neked... Jázd ott, ahol akarod. Felhozom a saját triolámat. Persze, neked egy speciális, limitált példányszámú triolád volt, amit még Erik Honecker születésnapjára adtam. Egy gombot kellett nyomni rajta, és eljátszotta a dalt. Jó, akkor jövő csütörtökön újra próbálhatok? Még azért hallgatnánk. Még kapsz egy lehetőséget. Na, nézzük, ha... Ja, nem, várj. Alakul. Így nem már csak egy ugrás. Na, oké. A felkelt a mi napunk. Várjál, hogy van? Azért becsületes vagyok, hogy nem gyakoroltam. Nem, én inkább azt mondanám, hogy innen egy ugrás bármi. Figyelj. De hogy jut eszedbe az a billentyű? Azért kérdeztem, hogy tudsz-e szolmizálni? Tudod-e szolmizálva? Na, várj. Na, jó. És belefújtam a mikrofon. Na, figyelj. Elrontotta! Itt a... Figyelj! Majdnem! Na! Nem volt rossz. Egyértelműen elrontottad háromszor, de egyébként ez már alakult. Egyébként ez nem volt rossz. Jó. Okay. Még egyszer gyakorolhatnám, el tudnám fújni. Hát fogod. Fogod, mert jövő héten 4-10-kor visszatérünk rá. Megismerted, hogy ez az volt? Egy komolyan mondom, hogy megismertem. Hiszen annyit mondjuk beszéltünk már annyira már akartuk róla. Hallani, hogy már mindenki ezt hallotta benne. De már mibe belehallottad volna. A vége az egyértelmű meg volt. Most már többet nem játszott rajta. Egy hét múlva? Egy hét most múlva. Már megvan, hogy kell, most már tudom. De a más dalt esetleg most el akarna játszani, ezt lehet. Jövő héten egy Barry White-ot játszom, az jó? Ja, ne, a Totótól az Afrikát, hogyha gond... Na, de ez azért szerintem... Ez már alakult. Nem figyelj, rossz. Ne a egyet hibáztam. Így van. Ahhoz képest, hogy ez egy jobb kezes trióla, és te balkezes vagy. Ahhoz képest, hogy balos vagyok. Messze vagyok attól, hogy belemártsam a szivacsot a szappanos vízbe, azt kell, hogy mondjam. Hoztuk döntetlenre? Tehát nem nyertem, de te se vesztettél? Ez egy döntetlen legyen akkor? Döntetlen. Ha egyszer elfújhattam volna. És tényleg anyám az első során. Olé. Hogy van? Még egyszer! Az én fiam! Jó, azt írja valaki, hogy jövő héten toljam el brácsán nektek a Cotton Eye Joe-t. Eltolom nektek brácsán, vagy a Lion Sleeps Tonight-ot. Jó, én szerintem egyébként véleményes a dolog, Feri, nem akarom, hogy te döntsél, de szerintem ez egy megismerhető része volt az István a királynak. Ez a felkelt a mi napunk, hát most ez 10-ből 9 embernek, ha nem mondom el, hogy mit furáztam, rámondja, hogy ez István a király. Hát 10-ből 5. Beállnék a benzinkútra a nem létező autómmal, de legalább egy külsőre. De legalább egy külső. De nem, hát, volt nem egy külső, de hibáztál hangot. Hibáztam hangot, persze. Na, hát de azért ez... az volt, ugye, hogy el tudom játszani. Nem volt. De nem tudtam eljátszani. Nem azt mondtam, hogy hibáztam. Nem, akkor azt kellett volna mondod, hogy fölismerhet. Ja, hogy fölismerhető. Tője a dallam, ahogy te játszod. Mert az föl.
Így, hogy elmondtuk. Egy honvédségi kifejezésre élve az elején volt egy kis álcázó festék. De utána a vége felé már a harcjármű felismerhető volt. A vége már egész. Minden, a hallgatók azt követelik, hogy minden csütörtökre csengő hangot csináljunk valamiből. Valami olyan dalból, amit te játszol. Nem, semmi más nem tudok, gyerekek. Semmi más nem tudok. De ne szerénk egy basszus, te vagy a Triola Mágazuk. És képzeld már el a karácsonyi plakátokat majd. Igen. Ezt meg is fogjuk csinálni. Nagyon ezt jó. Ezt meg fogjuk csinálni. Csinálunk egy karácsonyi plakátot, amin Balázs áll, hogy styling, iszonyatosan belőtt, divatsíró, és így áll, és ott lesz, így fogja vele magát a triolája. Egy nagyon jó zakóban fogsz állni, egy gyönyörű ingben, és mellette a kis narancssárga triolád. És rólad is lesznek olyan képek, hogy itt tudom én, ott érdelsz a pápa előtt, és átnyújtasz neki egy triolát. Hát, na jó, mostnod nem kell, de Stradivari csináltanak idén triolákat, mert a magyar államtól esetleg te is kaphatnál egyet. Egy eredeti Stradivari triolát. Egy Stradivari triolát, igen. Használatra. Hát a Gáttalánba azért nem mennék tovább, nem? Ezzel. Hát nem tudjuk még, hogy mi lesz, de... Nem tudom, milyen a felhozata, de erősen tovább, úgy érzem, hogy egyfordulós lennék. Tovább küldenének szerintem, mert kíváncsiak lennék, hogy ebből mi lesz. Ja, hova fejlődik? Hova? De hova még? Hova fejlődik maga a produkció? Na jó, megúsztad az autó mosást. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy bulvárlap összeszedte, hogy mi az aktuális átverés az álomnyaralások helyett. Mivel lepnek meg bennünket az utazási irodák? Hát ez egy nagy közhely téma így nyáron, de mégis érdekes, hogy még mindig tudnak olyanokat mondani, amire az ember egyáltalán nem számít. Mert hogy 4-5 csillagos szállodák hirdetnek ugye all-inclusive ellátással olyan helyeket, amire azért befizetsz, gyűjtesz egy éven keresztül, vagy fél éven keresztül, és nem, hogy all-inclusive ellátást és 4 csillagot nem kapsz, de helyette tényleg brutális állapotok fogadnak benneteket, és a hallgatókat, és összeszedték, hogy az olvasók miket írnak, mik a legdurvább szabályszegések, amit utazási iroda elkövet. És nem egészen tudom egyébként, hogy van, mert utólag te ezeket be tudod perelni, és vissza kell, hogy adják a pénzt. Tehát mire számítanak, hogy kimész, és te nem veszed észre, hogy szűzfalra nézel, és klímamentes szobát kapsz, ami csatornaszagú. De megdöbbentő dolgokat csinálnak, még mindig szállok. Igen, csak ez az utólagos kezelés, az már tudod, semmit nem ér, mert kimentél az egyhetes, a tényleg összegyűjtött egyhetes nyaralásodra, és gyakorlatilag az elejétől a végéig rosszul érezted meg magad. Azt rosszul gondolom, én nem vagyok nagy külföldre járó, meg főleg nem ilyen komoly a szállodákban, de hogy minden más ország... De én szeretem, hogy ennyire jól ismered magad. Minden országban mást és mást jelent mondjuk a 4 csillag meg az 5 csillag? Tehát, hogy nem ugyanaz az Olaszországban az 5 csillag, mint Egyiptomban? Van különbség, de azért mondjuk egy 5 csillagos hotel már azért bárhol a világon olyannak kell lenni, amiben nem nagyon tudsz belekötni. Tehát lehet, hogy egyébként az 5 csillagos párizsi hotel és az 5 csillagos hurgadai hotel között van egy lépésnyi különbség, de már az 5 csillagos hurgadai is nagyon jó. Érted? Tehát 5 csillagnál nagyon nehéz belekötni bármibe, de most úgy tűnik, hogy egyébként itt ugye a cikk szerint a 4-5 csillagosokkal is baj van. Mert az egy 2 csillagos volt, itt igen, pont most igen. Olvastam egy ilyen hírt, hogy nem volt a terasz. Tehát, hogy így igen, mi összeszedtek, egyébként megdöbbentő dolgokat szedtek össze, de utána te el kell, hogy menjél, egyébként volt pont egy barátom, el kell, hogy menjél békéltető testülethez. A szálloda is a békéltető testület mondja, hideg volt a víz, de nem volt, de hideg volt, de nem volt. És meg kell langyos, egy igen, és visszakaphatod az utazásod valahány százalékát, hogy rossz volt a kaja, hideg volt a víz, mint a penészes volt a szoba, de a békéltető testület előtt kell neked is felfegyverkezned különböző bizonyítékokkal, dokumentumokkal, mindennel, hogy te tud igazolni, hogy valójában nem azt kaptad, amit az utazási iroda ígért, és a békéltető testület előtt lezajlik az utazási iroda kontra utas féle hideg volt a víz, de nem volt hideg. De rohadjál meg, hideg volt, nem ezt ígérted. Mobiltelefonos fotó bizonyító erejű? Hát gondolom, hogy kell bizonyítani, nem? Fotóval, mondjuk a kaja rossz volt. Hogyha engedsz egy kádvizet, beleraksz egy hőmérőt és lefotózol? Igen. Nem engedsz egy kádvizet, kimész a medencéhez, leméred és lefotózol. Hogy bizonyítod? Hát de nem a penészes falat, a nem létező légkondit, azokat meg tudod, le tudod fotózni. Ja, az üres falat lefotózod, és hol a légkondit? Tessék, nincs légkondit. Például mondom, hogy mit tudom én, all inclusive szoba, tengerre néző kilátással. Oda mész, tűzfalra nézel, rohad a szobát, penészes a fal, akkor ezeket szépen te lefotózod, és utána bizonyos százalékot nem szabad elfelejteni, hogy ezeket te vissza tudod kérni, csak itt jön a békéltető testület, aki megpróbál hát kettőtök között igazságot tenni. Hideg volt, hogy jaj, kinek, jaj, hideg.
De értse már, hogy 2 centis volt a pöcsön. Rohadt hideg volt a víz, az asszony bele sem ment. Hát alapjárat hagyjuk már. Jó, akkor most mutassa meg. Most is adja, na látja. Szóval, hogy békéltető testülethez kell fordulni a vita rendezéséhez. Már önmagában ez is nonsens, megint ugye, miről szól a dolog, hogy persze nincs objektív mérce, vagy sokszor nincs a jó a kaja, rossz a kaja, de hát vannak objektív dolgok, penészes, tűzfal, azért azokat nem nehéz bizonyítani. Például négy csillagot... Ha már a tűzfal is penészes, na oda már tényleg nem megyek. Hát ha nem penészes, rajzolok rá, távolról, szobából lefotózom. Négy csillagot szálloda all inclusive ellátás helyett például. Klímamentes szobát kapott koszos bútorral. Azért az gyerekek, 4 csillag all inclusive nem fér bele. A strandod építési törmelék borította, ezt egyébként a Blick szedte össze. Ebédre, vacsorára ugyanazt a fasírtot ehette. Azért az nagyon meleg, hogy megkapod ebédre. És... Hát látták, hogy ízlik. Tudod, már a reggelinél feltűnt, hogy kipofáról jön. Megszeretik azt a fasírtot, tehát milyen jó. Délbe is. Igen, víz pedig nem mindig jutott a reggelinél. Azért az nagyon meleg, mikor, mert elfogy az őszilé, azt mondod, rendben van, na, jó, kifogyott, a porból készült őszilé, de ha elfogy a víz, egy kancsó víz sincs már, az nagyon kemény. A hotel internetes oldal egészen más mutatott. A megérkezés utáni 2 órával kapták meg a szobákat. A recepció szerint nem voltunk regisztrálva a rendszerükben. Egyébként ez egy 175 ezer forintos nyaralás, ami azért nem kevés az pénz. Nem kevés. Bár attól függ, hova mentek belőle. Tehát ha ez külföld, akkor nem is annyira sok. Sok pénz maga a 175 ezer, de külföldön ennyiből 175-ben mondom neked, Egyiptomot tudsz repülőjeggyel, hát, 5 csillagos. Nem túl jót. 5 csillagos repülőjeggyel 175 ér az... Esküszöm. De az olyan is. Az azért 4+3, 4+5. Hát ez már jó, de egy 4 csillagos hotelnek is azért már illene légkondisnak lenni, meg nem penészesnek. De hogyne, hát hogyne. Meg nem dupla fasírtos. Nem is az ár is fontos, de hogy mit ígér a szálloda. Tehát azt írja, hogy 4 csillagos all inclusive, a víz ne fogjon már reggel. Hát fogjon el a sonkatekercs, meg az álkaviár, vagy nem tudom, fogjon el a szalámi, meg a sonka, de a víz ne fogjon el. 3 szobát ajánlottak fel nekik, írja Blit. És a klíma rettentő bűzt árasztott, mégis ebbe költöztették be őket. Az egyik szobában bokáig állt a víz, a másikban mindenhol bűz volt, szobacserét kértek, erre mutattak egy olyat, amelyikben a WC nem volt bekötve a vízvezeték hálózatba. Azért ez elég kemény arra. De ez ugyanaz a szálloda volt, ahol nem volt víz a reggelinél, mert akkor megvan a víz. Ide szökött a víz. Így van, ott van. Ha bokáig ért a víz, akkor volt víz. Igen, elszökött a víz. Szóval, hogy... Hát szörnyű dolgokat találni. Egyébként ez egy földközi tengeri álomnyaralás. Szóval... Hát ez álom. Földközi tengeri álomnyaralás, 4 csillag all inclusive 175-ből gyanús kell, hogy legyen. Hát itt vannak a fotók. Most mutatom a medencét. Azért az all inclusive-nál nem ezt akarod látni. Tehát nem, hogy leesett az üveg. Nem, hogy leesett az üvegmozaik, konkrétan nincs benne víz. Tehát nincs a medencében víz. Most mutatom, hogy körbe alul a szigetelést elfelejtették, látod? Ott van egy rés körbe, tehát ott valószínűleg elfolyt a víz. A lépcső mellett, amivel le tudsz menni, egy ilyen falnak támasztott lépcső, ott a csempe sincs meg. És tényleg nincsen benne túlságosan sok víz. De hát ez olyan, mint a finn szauna meg az infra közötti különbség, nem? Az infrában nincsen például pára meg gőz. Ebben meg nincsen víz. És megint keresték az utazási irodát, épp nem nyilatkozott, és azt mondták, hogy a jogi képviselő se elérhető, tehát nem találkoznak a békítő tárgyalás. Békéltető testületnél. Hát ezeket a fotókat oda viszed, akkor nyert ügyed van. Nektek volt ilyen, hogy nagyon lukra futottatok? Nyaralásnál értelemszerűen nyilván. Hagyjuk most a durább sztorikat. Hát most nekünk volt egy kis lengyelországi kiruccanásunk, és ott sikerült egy, mondjuk nálunk nem volt elsődleges szempont a sok csillag, ha értitek, mire célzok. De sikerült egy olyat kifognunk, ami szerintem ilyen mínusz csillagos volt, tehát hogy gyakorlatilag minősíthetetlen volt. Mondjuk ha már neked is az volt, tehát ha nincs meleg víz, az kifejezetten élvezed, és a levegőbe csapsz, hogy jaj, de jó. Na most, amikor egyszerre nyomod a vécének az öblítő karját, és öntöd egy vödörből, hogy... És ő közben rátkacsint, hogy nem megyek, kisgazdám, nem megyek. Azért az mókás. De még a sajátodét, vagy még az előzőjét? Ne, ugye nem Józsi, legalább ne hagyd már itt, mert én a sajátomat leöntöm, de gyere már vissza. Kívánom, hogy tanulja itt a fajanszba. De hogy amikor konkrétan így kell leöblítened, illetve azt látod, hogy az olvasó lámpa egy beletömködött nejlon zacskóval van szigetelve, mert különben hozzáérnél adott esetben a kábelekhez,
bele van tömködve egy nylon zacskó, hogy nehogy véletlenül a vezetékeket érintsd. Jézus akkor azért, meg, amikor Jézus nem tudsz kiülni a széknek, nem a széknek, hanem amikor nem tudsz kiülni a kanapénak a szélére, már nálam begurulsz középre, mert ott ki van már feküdve, akkor azért elgondolkodod rajta, hogy hát lehet, hogy jobb lett volna, hogyha egy picit közelebb, egy picit talán drágában, néhány euróval, stb. Igen, amit lehet ilyenkor, hogy elolvasod a szállodáról a jellemzést. Tehát a Bookingon, a TripAdvisoron, ugye ott nagyon jó jellemzéseket írnak, ott azért egyértelműen kiderül, ha nagyon mellé nyúlsz. Tehát ezeket ma már egy utazónak szerintem meg kell tudni csinálni, hogy megnézed akár egyébként úgy is, hogyha te egy charter utazásra fizetsz be, akkor ott ugye együtt van repülőjegy, szállás. Oké, nem akarod leválasztani. Befizetsz utazási iroda, nem mindig szerencsés, de az ember nem intézi magának. Nem szeret becsekolni, kicsekolni, meg hogy az idegenvezető, de akkor is megadják a hotelnek a nevét. Így van, a hotel nevét például a Bookingon ugye megkeresed, elolvasod a jellemzést, és abból azért valami kiderül, ha azért ott nagyon sok negatívval és nagyon le van pontozva, akkor tudod, hogy ez nagy lehúzás. Hát, de nem mindig a csillagoktól függ azért nem a dolog. Én voltam olyan ötcsillagos török szállodában, ahol a pint kértél egy hát ezt meséltem, amikor hazajöttem két éve. Egy pint sört? egy jóféle seritalt, vezérem. Nem, kértem vizet. Ilyen palackos vizet. Tudod, egy all inclusive szálloda ki van rakva. Jön a pincér, leszedi az egyiket, mondjuk kérnék egy palacvizet. Persze, arra megy 5 méterre, letekeri a két kupakot, az egyik felét megfogja át, és így háttal nekem így látom a kérdést, tudod, hogy ahogy önti össze, mondom, tesó, jó, hogy bele nem iszol, tudod. Vagy kijöttek a konyhából, belevett a kajába a közben. Hát megkóstolt, hogy jó-e még. Kint este 10 óraig volt a vacsora, 3-4-10-kor rádoltották a lámpát. Egy és sötétbe paraszt. Már mennénk haza. Volt ilyen grillezés. Ötcsillagos volt. Ötcsillagos szálloda, de brutális, ötcsillagos szálloda, süt a pali, belehullik a hajat, koszos a körme, nagyon durva. És azt látod, hogy itt lyukas a foga, itt nyálas a keze, fogja, és így a csirkegírozba egy kicsit úgy beleeszik. És látod, hogy ilyen nyálas, dzsuvás a körme, és így a kézzel egy kicsit kever a csirkegíroszon, kicsit ott beleeszik. Mert ha neki jó, akkor neked is jó. Igen, és utána fogja a merőkanalat, és így rávág egy szeletet a tányira, majd jön a pincér haverja, aki éhes, beáll legelő a sorba, szed egy kicsit a haverjának a tába, és bemegy is. Hát meló van. És így rász a tányérodat, és azt mondod, hogy tesó, hát megismersz, hát én vagyok a vendég, hadd vacsorázok már. Jött a tesó, kicsit a pincérot belevet, kijönnek, hogy beleettek a kajába, tehát a szenzációs dolgok történtek, nem nagyon tudod elkerülni, és ötcsillagosnak hirdették a szállodát, tehát hogy azért rá lehet futni. Nektek semmi olyan durva? Nem beleszaladtatok? Valahogy mindig megúsztuk ezeket. Körbejárod egyébként? Én például sosem megyek utazási irodával, saját magam foglalok mindent, repülőjegyet is, szállodát is, és akkor neten most már tényleg tök jó helyen meg lehet nézni, van egy csomó olyan oldal, ahol értékelnek, és akkor csak olyat választasz, hát nyilván ilyenkor is lehet meglepetés, hanem azt a szobát kapod, amit te kinéztél, de olyankor elő a észét, a kinyomtatott kis passzusokat, á, pedig én ezt néztem ki a neten. És akkor mondják, hogy az és akkor vonulsz a recepcióra. Persze, ütöd az asztalt. Igen, egy ideig ütöd, aztán ha teheted, aztán akkor... Aztán ő téged ütnek. Téged üt, igen, igen, akkor megpróbálod lefizetni, akkor az sem megy, igen. A tengerre néző szoba, az szenzációs, az például egy nagy átverés. Az mi? Ja, az volt a fal Lengyelországban? Így van, ez volt a Lengyelországban, a lámpa. A lámpa másik kifordul oldalra egy picit, igen, kifordul a falból, nejlonnal betömködve a másik oldala. Amikor bementük egyébként a recepción, a következő látvány fogadott minket, recepciós néni sehol, viszont egy kutyus bent ült a fotelben. Igen, volt, igen, és ő nézett vissza ránk, a fürdőszoba ajtót valaki már korábban berúgta, és megpróbálták glettel eltüntetni egy kicsit az ajtón a nyomokat, és nem sikerült annyira. Picit ilyen kaláka jelleggel oldottak meg valószínűleg mindent. Olyan villanykapcsolókat láthattál, amilyen villanykapcsolókat te mondjuk a 70-es évek elején láthattál esetleg. Mennyi volt egy éjszaka per fő? Nem emlékszel? Ezer? Nem, ezer forint alatt? Nem, mert sietve távoztok. Tengerre néző szobát foglaltunk, tényleg tengerre nézett, annyira kihajoltunk oldalra az erkéről, hogy majdnem kiestünk, akkor a tengerből lehetett látni valamit. Amúgy egy szemétdombra nézett a szoba. Ezt Sanyi küldte nekünk. Igen, ezzel sokan szemétkednek, hogy a tengerre néző szoba feláras, ugye nem mindig tudod választani, nincs a lehetőséged, vagy valaki úgy dönt, hogy nem éri meg a tenger, akkor nem választott a tengerre néző szobát. Ez Törökországban, Egyiptomban, akkor nézzél szemétdombot, építkezést. És azért, amikor tudod, hogy ott van a hátad mögött a tenger, de azt kell nézed egy hétig, nem annyira szerencsés. Tudnék mesélni, fekete penészes függöny, cica a tálalópultnál, jegyzőkönyv, fotók, levél, és itthon még nem is lett, meg is lettem fenyegetve, hogy beperelnek hitelrontásért. A lámpabúra penészes. Arra azt mondták, hogy nem penész, hanem dekoráció. Jó. A Dumának jó, de egyébként bosszantó. Ne, uram, hát nem...
Nem penész. Hát, így dekoráltuk a szobát. Négy csillagosan kérdetett szállodában, Szoboszlóban voltunk a múlt héten, a négy csillag le volt kaparva. Klíma este 6-tól 8-ig ment, csak az mennyire pitiáner. Az mennyire pitiáner, amikor időszakhoz kötik a klímát. Állj, nappal len vagy a strandon, ne klímázd a lakást, nem kell. Len vagy a strandon. Este aludni klímában nem jó? Lehűtött 6-tól 8-ig a lakást is befekszel. Tudod, mit mondok? Akkor inkább ne legyen. Tehát igen. Ez a van klíma, de majd akkor, amikor mi megmondjuk, hogy te mikor klímázhatsz, ez a legalább. Hát, írják be a katalógus, vagy időszakos klíma. Igen. 6-tól 8-ig. Szobában a szőnyeg piszkos volt, all inclusive, csak 8-tól 20-ig ihattál ingyen. A legkeményebb, hogy a takarítónő volt a masszőr. Ah, hát nem minden ezért. Azért az nagyon kemény. Reggel még a szobádat takarítja, délután már egy csoki masszást csinál neked, aromaterápiás masszással, az kemény. Roli küldte nekünk. Egy ismerős, ja ez már még a banneres részhez jött, azt mondja, hogy az apróbetűs részt mindig el kell olvasni, mert ott vannak ám a nagy meglepetések, írta nekünk egy hallgató. Mi Tokióban három csillagos szállodát fizettünk, mire odaértünk, asztalos műhely lett. Hát átalakították. Ahol a meleg víz is fizetős volt, ez Zsolt küldte nekünk. Azt mondja, hogy New York, Central Park 5 csillagos szálloda, 16. emeleten azt is lehetett hallani, ha valaki köp egyet az utcán, szigetelés nulla, befújt a szél az ablakréseken, amit WC-papírral kellett betölnünk. Ha bekapcsolt a fűtés, akkor nem lehetett hallani, hogy mit csinál a gyerek a kis ágyban. Ami az ágyunktól 1 méterre volt, rozsdás kád, borzasztó lelakott állapotok, éjszakánként 190 000 forintért. Múlt hét Korfu, teniszpályás szállodát választottunk, pingpongasztal volt helyette. Viszed az ütőt, labdát, felszerelkezel, nagyon a pingpongasztal volt helyette. Asztali tenisz. Igen, azt mondták, rossz a fordítás. Nem tenisz, hanem asztali tenisz. Igen. Török Riviera, 5 csillag, ultra all inclusive, ugye az egy abszolút felső kategória, ultra all inclusive-at írnánk. A koktélokat magunknak kellett elkészíteni. Legalább nincs az, hogy kevés benne az alkohol. Mert te csináltad. Hát, ahol magadnak készített, ott az üvegből se jön sok alkohol, az rumot kérsz, abban az rumot nem nagyon látott, mert úgy fel van vizezve. Bulgária, jó, ez 1988, szállás úgy hirdette magát, apartman önálló konyhába, a valóság egy székre rakott villanyba. De egy picit ezért is jó, de ez retro, ez klasszik retro. Ez jó. Bulgáriában. Én voltam Bulgáriában a napos parton, nagyon szépen kezd rendbe jönni, nagyon jó hely, olcsó, megfizethetőbb, mint mondjuk már Törökország vagy Egyiptom, és nagyon klasszul fejlődik, nagyon jó szállodák vannak. Mi 3 hete jöttünk haza Bulgáriából, olyan szobánk volt egy 4 csillagos szállodában, ahol a WC fürdőszoba ajtót nem lehetett becsukni. Ha valaki megnyitotta a vizet a környező szobákban, a vízeték nálunk olyan hangot adott, mint egy állatszorult volna. A szoba ablaka pedig egy tüzépre és egy éppen zajló építkezésre nézett. Azt gondoltuk, többet tudunk majd pihenni, ezt Ancsa küldte nekünk. Szlovénia hotel a temető mellett, körülbelül 2 méterre telek szomszéd, a szobánk természetesen a temetőre nézett. A helyiek azt úgy nevet adták neki, hogy temető hotel. Ilyenkor azért érdemes visszamenni és pénzt visszakérni, nem? Hát igen. Ugye? Egy debreceni szállodában a reggeliző asztalon tábla volt kitéve a kedves vendégeknek ezzel a felirattal. Annyit vegyél, amennyit meg is tudsz enni, ne annyit, amennyit a szemed kíván. Ez arra is. Én egyébként ezt bírom. Ez a közvetlen stílus. Én ezt bírom. Amikor látod, hát most is voltunk egy szállodába Bükkfürdőn, hát azért csodát látsz. Tehát az, hogy a svéd asztalnál miért érzik azt a magyar emberek, hogyha 1 perccel később érkeznek a galuskához, akkor vagy éhe halnak, vagy meg kell ölni, aki beállt eléd, ezt azért továbbra se értem, nem? De miért van az, hogy még 30 darab sütemény van a tálon, de papa küldi mamát, vagy jelen egy 10-20 darab. Igen, mert honnan tudod, hogy hoznak még ki? Papa úgy lavírozik a süteményes tálal, hogy látod, hogy nem, hogy megenni nem tudja, és a legjobb, amikor a szobába felcsempész, és hát a mesterfoka. Amikor látod, hogy mama a 8. banán pakolja a táskába, mert egyébként ebéd és reggel, vagy reggel és ebéd között azért eltelik egy 3 óra, hát nehogy éljön. Nincs gyerek, tehát látod, hogy ketten vannak, 8. megkent téli szalám és májkrémes szendvicset csomagolja a szalvétába, mert szerintem, ahol gyerek van, ott, aha, azért ott éjjel fölviszi. Yeah. És utána még küldi a papát, hogy még 3 üres zsemlét azért tegyen más zsebébe. Na, pusol, ez ideges, apus, ha nem esik téren egy forra, olyan ideges apusnak. Szerintem azért ez egy érdekes. Átélt, érted? Egy ostromot, 2 világháborút, 56. Na most ne egyen, mikor itt vagyunk a hotelban. Én sose értem a svéd asztalnál, ez a verekedési, emberölési hullám, ez tényleg mitől félnek az ember, lemaradsz, elfogy. Tehát, meg hát nem egy ifjúsági szállóba vagy, tehát hogy azért érdem, biztos, ha esetleg kevesebb van már, akkor biztos hoznak majd helyette, vagy ilyesmi. Megvan a rekord, figyeld, ez nagyon jó.
4 csillagos szálloda külföldön. Emberhiány miatt kaptunk egy fritőzt az asztal közepére, és magunknak kellett megsütni a húst. Hölgyeim és uraim! Emberhiány van! 8-an vannak, egy fritura. Aki először süt, jobban jár, nem használt az olajt. Tessék sütni! A tököm se tudja már észben tartani, hogy most jól átsütve, félig véresen, akár csinálja meg mindenki magának. Ez szerintem azért ez. Ez a csináld magad azért ez... Ez nem biztos, mert mint ez fondű is lehet. Ja, csak fritónak nézték. Van a sajtos fondű, meg van az, amikor saját magadnak sütögetheted. Ezt meg mondták a békéltető is. Én most a másik oldalon vagyok. Erikém, a sajtos fondű volt, azt nem azért kellett magadnak. Csoki szökőkút, hát nem magadnak kell, csak te rakod oda a piskót. Tehát persze, kapsz egy fritút az asztal közepén, sűd meg a csirke krokettet. Az, mert fölcsüzött pálcikára. Nem, van a sajtos fondű, mondom, amikor sajtba, olvasztott sajtba, de van a fondűnek olyan stílusa is, amikor meleg, forró olaj van előtted, és te magad pálcikára szorod a részeket, megsütöd, kiveszed, nyam-nyam, kész. Hát. Akkor itt lehet, hogy a vendég volt kicsit a kulináris élvezetekben kevésbé. Én ezt mondanám a hotel levében. Gyerekek, ez fondű, magunknak kell. Mondjuk, ha te ott vagy, megvan a buli, engem meggyőzöl. Bali, ne idegeskedj. Fondű, magunknak csináljuk. Kerikém, ha kész vagy a rántott húsokkal, akkor gyereknek süssél már ki még egy kis plusz. Dobjál már meg két bundás kenyeret, nem ebbe kell, de hamar megvan az is. Nagyon jó. És még egy nagyon klassz. Nálunk iszonyú csatornaszag volt, mikor másik szobáját reklamáltunk, azt mondtuk, csúkják be az ablakot. Lazasság, nyaralnak. Hát csúkják be az ablakot. Persze, hova a legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Most hasít egy nagyon nagy divat, ami arról szól, hogy azért ők sem akarják azt, hogy bárki bárkivel csókolozzon, ezért Japánban közterületeken, akár bérelhető módon, akár állandó módon, üveglapon keresztül ki tudod próbálni, hogy milyen mással csókolozni. Nem már! Teljesen beteg a dolog. De hogy valakivel összekacsintasz, előveszel egy üveglapot, és azon nem keresztül... Nem, fix üveglapok vannak elhelyezve, és beáll valaki mögé, és mindegy egyébként, hogy kiáll a másik oldalon, hogy nő férfivel, férfi férfivel, férfi nővel, nő nővel, teljesen mindegy. A lényeg, hogy kipróbálhatod, hogy milyen az, amikor te egyébként úgy csókolozol, hogy közben nem csókolozol, de mégis. Ha megmondom, én melós, egy üveglapon keresztül melós. Ez az új őrület, hogy ezért ez mennyire beteg, de közben meg egyáltalán nem beteg. De nagyon beteg. De nem találkozik. De akkor meg minek? Semmi hát értelme. Egy üveglapon keresztül, és nyelvest adsz, vagy sima puszi? Ez rád van bízva. És az üveglap alatt átnyúlhatsz, és átkarolhatod azt, nem, nem érhetsz hozzá, nincs testi kontaktus. Pont ez a lényeg az egész. Csinálják sportolók, baseball játékosok, tehát vége a baseball meccsnek, berohannak egy üveglapot, fölemeli az üveglapot, oda hívja a társát, és azt mondja az ellenfél csapatában, hogy szeretnék veled üveglapon keresztül csókolozni, és adja a japán tévé, ahogy ott mit tudom én, a két japán nagy rivális baseball csapat tagjai üveglapon keresztül csókolóznak, és ez az új őrület Japánban. Hogy ott azért valami de nagy... De azért két férfi is, két ugye? Férfi, hogyne, persze. Tehát két férfi, így van. Oh. Igen. Ha, és ezt most a televízióban is adják egyébként, és ezt csinálhatod te is, ha Japánban élsz, vagy tetszik neked ez a dolog. Egyáltalán nem lepődnek ezen meg. Tehát most oda rohanhatok az üvegfalhoz, vagy mi ez az ablakhoz, és akkor választhatok, hogy a Lacival akarok csókolózni, vagy az Annával? Igen. És kell jeleznem, vagy csak elég, ha odaállok, és rányomom a számot, és valaki a másik oldalról valaki rácuppan valaki, jó, vagy megbeszéljük, mi egy is lehet, csak ne nyisd ki a szemed, nehogy csalódás legyen. Érted? Tehát, hogy megbeszéled a másikkal, vagy meg, csak... Meg. Odaállsz és vársz. Meglepetés. Húzzál! Laci! Na, jó van. Ez a mi kis meglepetésünk. A két nyuggernek, a két papának. Nem fog mi egy van egy a kezemben? Aha. Egy 20 centiszer, 30 centis átlátszó üveglap. Igen? Én megcsokollak inkább üveglap és kivel nélkül, de ne, és kivel és akarsz miért? Az a büntetésetek, igen? Mert ilyen pappásan álltatok a BKV és témához, hogy közétek rakom ezt az üveglapot. Feri, keresd már a szerződésünket. Már meg is nyitottam, nincs nézzük benne. Nézzük meg, mire kattannak a japánok. Nézzük meg, hogy nem élnek-e ezzel valamit ki, ami a magyar népet is felszabadítaná. Mit tudom, én nem tudom. Beteg a dolog, de ugyanakkor azért tetszik is. De miért kell két hapsinak rögtön? Tehát ne próbáljuk ki egy nő... Nem értek egymáshoz.
Semmi nincs. De akkor nincs is. Nincs fizikai kontaktus, semmi. Nem találkozik a szátok, nincs semmi. Nincs nyálcsere, semmi. De egy jóféle csokkolozás találatos villamos. Ilyen alapon mást is összedörgölhetünk felé, érted? Üveglap, úgy se érünk egymáshoz, érted? Egy jó karhoz. Nem kell kimenekülni, hogy jaj. Ha nézd már meg, te ráteszed a szádra az üveglap, hogy nézel ki, mint egy ilyen akvárium tisztító hal. Na, mondom akkor na. Gyere ide, Feri, erre az oldalra. Így. Nézd meg a szerződésed apró betűs részét. Nincs benne, hogy üveglapon keresztül kell smárolnom bárkivel. Hogy beteg japán tévéműsoroknak a reprodukálással foglalkozz eladásban. Szerintem te akarsz valakivel csókolózni. Hát ki más, most odahívott magához, Feri. Na. Gyere ide hozzá. Hát, gyere a papához. Nem már. Hát figyelj, ráteszem. Nézd meg, ráteszem. Én nem csókolozok a Ferivel. Üveglap, nem kell a Ferivel csókolózni. Üveglap. Akkor miért nem csinálod te? Ez egy üveglap. Mert most ez a büntetésetek, hogy ennyire bűnek volt. A csókolózol? Tessék? Csókolózik, ha nem csókolózik a férfiakkal üveglapon keresztül sem. Nem kell csókolózni, ez nem igazi csókolózás. Egy puszit nyomok rá, Max. Milyen puszit? Mi vagy te? Az üveglapon keresztül. Hófehérke egy puszit? Nem kell hófehér, legyél egy vadmotoros. Figyelj, most... Aha. Egy puszit. Most lettél puszi. Tehát nyomok egy puszit. Ráteszem a számat már, az undorító a másik oldalról. Nem fogsz egyébként fotózgatni, Laci, csak ezt most mondom. Tehát, hogyha mi meg is csináljuk, ez nem fog fölmenni a Facebookra. Nem tudtok majd, hogy mit teszek föl az Instagramra. Te Jézus Mária, te, ez egy üveglap, gyerekek! Csak mondom egyébként, hogy a foton az üveglap nem látszik. De ha tudják, hogy egy üveglap. Ez egy üveglap. Igen? Undorító. Ez az új japán őrület. Te meg akarod ezt az ajkat csókolni? Most megmutattam neked. Te nem. Ugye, hogy te se akarod? Mit? Ne, ezt, na. De nem találkozik az a Feri fölnyomta a tarcát, ez nem találkozik. Nem találkozik, gyere ide. Nem akarhatod megpuszilni. Gyere ide. Hú, ez undorító. Gyere ide. Aha. Gyere ide. Nézzük meg, hogy mi az új ötlet. Hadd próbáljuk már legalább egy lányjal, Anna. Nem, az a nagyon nagy sztori lányjal megcsinálni. Hát az üveglapon keresztül. Úgy érkezik a szájuk, nem mindegy. Alkoholmentes sör, meg a gumini. Üveglapon keresztül hagyd próbálj egy lányjal, ez annyira veszélyes, hogy hú, de nagyon veszélyes. Na, gyere ide. Gyere ide, papper, ez a büntid. Ez a büntid az előbbi kombinóért. Meg a feltett lábért. Gyere ide. Gyere. De, jaj, nézd a puhát. Gyere ide. Na! Nem menekülj, gyere! Nem, Feri, még nem volt semmi. Ez csak egy üveglap, igazából a Balázsnak. Te nem dumálsz, mert te az előbb még fel voltál háborodva, hogy nem tetszük Facebookra, meg nem csókolózom sem. Nem, meg jaj a gyereken, jaj a lányom, gyere ide. Na, ez van, pont nem mondtam. És nem jön. Tudod, milyen a... Te igazi betonyja. Te így csókolsz? Nem akarok vele csókolózni, van köztünk egy üveglap. Azt kérdezem, hogy Balázs miért csukja be a szemét közben? Megfogom a fejed. Bocsánat, rutinból átnyúltam és megfogtam a fejedet. Tehát, hogy van bennem azért még egy ilyen kis ellenállás megtörése. Soha nem láttam még így félni. Soha nem láttam még így félni. Gyere ide. Meg is vagytok. Sose voltál még hozzám ilyen közel. Lász meg, az egy nap után elválhattok. Ez undorító. Az a durva, hogy becsuktad a szemed és kicsit én is. Te is. Igen, ez volt benne a fura, hogy működnek a reflexek. Működnek a reflexek. Becsuktad a szemed? Kinyitottam egy pillanatra, és láttam, hogy csukva van a szemed, gondoltam, gyorsan visszacsukom én is, nehogy én is lebukjam. Igen, mert nyitott ki, és az enyém van csukva. Mert ahogy közeledtél, az a döbbenet maga. Mondta, hogy nem látszik. Annyira tudtam. Tőlem rakhatod nyugodtan. Nyugodtan rakjad. Jézus, figyelj. Ennyire még nem féltél puszitól. Soha életemben nem. Felszabadít. Ugye, hogy van az énednek egy ilyen elnyomottabb része? És ahogy lőtted előre az árnyékodat, Feri, én csodálkoztam is, hogy van. Figyelj! Tudod, hogy ott az üveglap, de nem érzed, mert hogy átlátszó. És az, ahogy megfogta a Balázs a forró. Kicsit kimozgassalak benneteket a komfortzónátokból. Ez muszáj, hogy minden reggel valamivel egy kicsit kizökkentselek benneteket, mert elnyuggeresedtek mellettem. Milyen volt? Kicsit a hátul megfogtam a fejedet, ne haragudj nálam, ez egy ilyen mozdulat, hogy kicsit beletúrtam a hajadba. Jó forró volt a lap? Tüzes volt? Tüzes volt a csók? Valami izzott közöttünk. Na.
De ugye, hogy, hogy nem hülyék a japánok? Nagyon rossz. Most nem mondta, hogy, neked jól esett. Picit, ott, ott az üveglap. Tehát semmi, effektíve semmi nem történik. De hát alköztetek egy 1 centis, 1,5 centis üveglap. Tehát tényleg nem történik semmi. Felnyomod a szádat, mint egy aranyhal az akváriumnak az oldalán. Ezért jársz nyugodtan Pipsóba is, Feri. Ott se történik semmi. Aha, ugyanaz. Egy üveglap. Szerettem, hogy csuka van a szemed. Azt én kifejezetten szerettem. Mert te tudod, amikor a tinikét csókolóznak, kinyitod a szemed, és először, hogy csajnak csuk van, és gyorsan visszacsukod te is, hogy le ne bukjál. Ugyanezt csináltam. Rád néztem, mondom, becsukta. Átszellezült. Akarja. Lehet, hogy leraktátok egy divatnak az alapjait, érted? Én már csak egy ugrás lesz, hogy tévéműsorokban is ott legyen. A végén. Egyébként meg próbáljátok ki. Hódít. Japánba hódít. Rovatunkat a Salgótor Jani síküvet feldolgozó Kft. Tudod. Ja, Japánba hódít az őrület. Hallgattam különböző rádiók, különböző zenéit. Ugye van, ami eltűnik, van, ami a Balaton környékén fogható, és mindig figyelem, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak, milyen zenéket adnak. És belefutottam egy-két olyan dalba, és egy-két olyan dalszövegbe, hogy szörnyű felismeréssel kellett megállapítanom, hogy konkrétan már nem értem, hogy miről beszélnek. És ez volt például a Well Hello zenekar, akiket ismerünk, kedvelünk, ugye Diázék, Fluor, Tomiék, szenzációsan csinálják, szerintem a Fluornak jót tett, hogy összeállt valakivel, és nem szólóban nyomja. Kicsit ezt a Fluor Tomis dolgot le tudja tenni. Gyerekek, hallottátok az ő dalaikat? Egy büdös rohadt szót nem értek már belőle. Itt az előbb bekiabált valami, mert valaki, mert én trotty vagy. Ez simán, én ezt aláírom, és 40 évesen arra kellett rájönnöm, hogy nem értem már azt a szlenget, amit a Fluorék nyomnak. És több rádió többször leadta ezt a dalt, én kicsit felhangosítottam. Hát ha valaki megkérdezné, hogy ez miről szól, és mik azok a szlengek benne, a 900-eket nem tudnám elmondani. Hát gyerekek, azt mondja, hogy azt mondja valaki, hogy, mi, hogy lol. Hogy nyomok rá egy lolt, az mi? De tudod? Hát egy ilyen kacagás lenne. Ja, hogy vicceset mondod? Azt mondjuk én azt pont értem, igen. Igen. Ez egy angol rövidítés, így van. Igen? Igen, ez egy angol rövidítés, ez azt jelenti, hogy felnevettél azon, amit hallottál. Aha. Ezt általában én internetes csetelésekre vagy e-mailekre írják. Jó, de Feri megérti az olt. De az nagyon, az old, és értek is hozzá. De nem, tényleg, olyan szavakat mondanak, ami egyszerűen nincs meg. De azt értetted, hát rögtön gondolom azért el is mosolyodtál, amikor azt mondta, hogy a heten fele csapatás, de simi ügy, mint a herevasalás. Azt egyébként értettem. Érted ezeket a hashtageléseket, meg ezeket a jólózásokat, ezeket te vágtad, amíg a lányod ezeket nem kezdte elmondani, hogy ez mi a fenéről szól, vagy ez mit jelent? Az van, hogy az én lányom tényleg 13 éves már, és nagyon komoly kommunikációs problémáink vannak. Tehát, hogy amikor megkérdezem tőle csak szimplán azt, hogy mit akar enni vacsorára, és úgy válaszol, hogy abból 3 szót értek. Az egyik az, hogy rántott hús. Azt nem kap egyébként. Szóval egyszerűen nem tudok vele beszélgetni. És ők ezt tolják. Nagyon jóló vagy, apa. Neked is jó éjszakát, kint sem aludj jól. Jóló? Jóló. Jóló, meg a hashtag, meg ezeket, hogy a nyomja a Fluor. Mi a jóló? Mi a jóló? Mi a jóló? Ki tudja, hogy mi a jóló? Jóló, az micsoda? Te tudod? Ne, megalázó, egy 10 éves mondja. De lehet, ez az ő nyelvük, tehát ez nem baj. A jóló az egy rövidítés, ami azt jelenti, hogy egyszer élsz csak. Mi az a hashtag? Tudod? A hashtag az csupán csak egy linkelés, hogy be lehessen azonosítani a cuccokat. Ja, kicsi picit vette hülyére bennünket, hogy fia, csupán egy csak linkelés, hogy beazonosítani a cuccokat. Csillagát, ezt nem érted? Hashtag. Ezt tehát hashtag az, hogy fölismerem Balást, az egy hashtag? Hashtag? Nem. Bejössz reggel és a kávépult mellett felismersz engem, és akkor mi hashtageltünk, Feri? Ez így nem tűnik túl racionális. Én meghashtageltelek téged. Feri, úgy meghashtageltelek. A hashtag az gyakorlatilag csak egy címke. Az igazából a kettős kereszt. Címke? Például a VH, azt tudjátok, mit jelent? Micsoda? VH. VH? VH, egy V meg egy H. Az a visszahívás, visszahívás. Kérek egy VH-t? Az a... Küldök neked egy VH-t, hogy hív vissza is. Csak annyit küldesz SMS-ben, hogy V betű meg H betű, akkor föl kéne hívjalak? Még szolgáltatónál lehet azt küldeni, hogy küldök egy visszahívást, és akkor azt hívják VH-nak. Aha. Ez konkrétan úgy van, hogy mondjuk én felszeretnélek téged hívni, de nincsen pénz a telefonomon, akkor elindítok egy hívást, megnyomom a kettős keresztgombot, és akkor a bizonyos szolgáltatónak a női hangja mondja, hogy az SMS sikeresen kiküldtük, és akkor te megkapod egy SMS-be, hogy mit én Gipszi akap, kérte, hogy hív vissza. A visszahívás. Ezt viszont megtanulom. VH. Ez neked való. A 600 forintos telefonszámládat le tudod nyomni 300-at. JP, az mi? JPE. JPE. Ki tudja a JPE-t? József, Péter, Éva. Józan. Paraszti ész. Ez nem rossz. Józan paraszti ész. Az a JP, Józan paraszti ész. Igen. Egyébként ezzel nincs bajom, hogy alakul a nyelv, meg hát ez a mi korunkban is folyamatosan változott. Ez egy élő dolog, ezt a fiatalok bevezetik, ezzel szerintem egyáltalán nincs baj. Aztán a szveget írta valaki nekünk, hogy az pontosan mit jelent. Az azt jelenti, hogy te is tudod, én is tudom, hogy mi melegek vagyunk, de ez titok. Aha! Ezt jelenti a szveg. Mhm.
Mi Laci elküldteneked, vagy mi van? Többször is, és smiley-jel válaszoltam. és te mindig is visszaküldted neki. És ha jobban belegondolok, volt benne egy kacsintós is. 15 éves fiam sportol, sokat van távol, esténként ilyen SMS-eket ült, hogy jó 8, azaz jó 8. Üdv Helga, jó 8. Bali, karistolj oda a Toprongyhoz, és kérdezd meg, megnyomhatod-e, ez Borsodi Duma köz. Toprongy? Nem, igen. De egy picit sem férfi soviniszta Duma, úgy értem, a Toprongyhoz. Így közben jönnek nagyon jók, hogy tudjátok-e, mi az a, nem tudom, a román bombon, az a borsó, meg ilyeneket. De román bombon. De, így van. Ezeket én nem, ezeket én egyáltalán nem ismerem már. Te tudtad? Mi flamozunk után román bombon, zabá. A fiataloknál már nem az, mint nálunk öregeknél, hogy az a vodka bomba kataflám. Ez például is. Sose akarom, hogy a gyerekem fellőjön, maradjon mindig 6 éves, annyira ártatlan, annyira aranyos, nem akarok, hogy kamasz legyen. Meg a sírkövemre azt vésnék rá, komolyan mondom, de én egyszer betolnék egy ilyet, nekem annyira. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy érdekes cikket találtunk, és nem biztos, hogy annyira tendencia, minden esetre a dolog ezen oldaláról kevesebbet beszélnek az emberek szerintem, mégis, ahogy halljuk, megtörténik. Mert általában vannak ugye az együttléteknél, a párkapcsolatokban bizonyos sztereotípiák, miszerint ugye például az együttlétet sokkal többször akarják a férfiak, és a nők azok, akik az együttlétet elutasítják, különböző kifogásokat találnak, hogy nem akarnak együtt lenni a párjukkal. Ugye hát, hogy előre haladott állapotba kerül egy párkapcsolat, tisztelet a kivételnek, általában a nők azok, akik azt mondják, hogy nem, most nincs kedvem, ez van, ez fáj, az fáj. Ugye? Tulajdonképpen. Hát ezek ilyen kapcsolattal, vagy párkapcsolati közhelyek tulajdonképpen. És történt nemrég, hogy egy 52 éves nő nehezen viselte, amikor egy 25 éves pasi visszautasította, mondván, hogy aznap este nem volt kedve együtt lenni, a nő pedig vadászkéssel kezdte elüldözni. És ez egyébként Floridában történt, vadászkéssel kezdte elüldözni a szeretőjét, mert hogy szerette volna rávenni arra, hogy a férfi, mivel 25 éves fiatal, hát tegye boldoggá őt 52 évesen, hiszen már nem biztos, hogy olyan sokszor lehet erre lehetősége. Ezt nem akarta elfogadni, volt egy kis alkohol is természetesen a dologban, és hát később kiderült, hogy kijött ugye a rendőrség, és ott elmondta a férfi, hogy a nő felkapott egy vadászkést, és elkezdte kergetni először a házban, majd amikor kimenekült az utcára, hogy hagyja őt békén, tényleg nem akar szexelni, a nő kifutott utána az utcára, és ott is tovább kergette egy vadászkéssel. Berohant egy kisboltba, ahol kérte a rendőrök segítségét, és a szemtanúk elmondták, hogy látták a nőt átfutni a parkolón, kezében egy késsel. Úristen. A másik kezében pedig egy törött sétapáltam. Na az, hogy? Na, az igen, na, de azt hova akarta dugni? Na azt vajon hova? Szóval értem én, hogy 52 éves korában az ember minden lehetőséget megragad. Miért ne? Hát hogy ne élvezhetné őt az együttlétet? De azért ez talán kicsit túlzott reakció. Hát hogy... nem tudunk semmit a srácról. Lehet, hogy irgalmatlan virtuóz volt, vagy pedig a hölgy volt iszonyatosan nymfomán. De van olyan párkapcsolat, ahol a férfi nem akarja. Azért hát ez nem gyakori, nem? Tehát általában a férfiak, hát hogy is mondjam, teljesítőképesség, hogy potenciája sokkal erősebb, nem? Tehát sokszor a férfi akarja többször, és a nő az, aki inkább visszautasítja, nem? Szerintem ez attól függ, hogy hol tartatok éppen a kapcsolatban, melyik időszakban. Hát mikor van az, amikor a nő utasítja? Nekem is volt olyan időszak, amikor már időt kértem. De jó, de a negyedikre, az más. De a kapcsolat melyik fázisa az, amikor... Az első néhány év. Igen? Igen. De nem pont úgy van, hogy akkor még mind a ketten, és aztán, ahogy ugye egyre tovább vagytok benne, utána a nőben, ugye a gyerek vállalás, az éjszakai kelés, stb. Egyszerűen megöli a vágyat, és a legtöbb konfliktus nem abból van, hogy a férfi akarja inkább, és a nő nem, és aztán a férfi elmegy, máshol keresi a boldogságot. Ezek az alapfeltevések, nem? Hát igen, de néha pihenni is kell. Mondjuk, ha másnap korán kelsz, így vagy van. Nem tudom, volt valami aznap kifáradt, és akkor azt mondod, hogy hát ma nem. Milyen egy nő, amikor akarja, és a férfi nem akarja? Ideges? Kész megszólal, most között mesélek. Igen. Fekszel ott a kis emeletes ágyat tetején, a kis jéger alsódban, és nagyon-nagyon mérgesen járkálnak a lakásban. Milyen, mert egy nő, amikor nem akarja, nyugos, frusztrált, durci, elfordul, másra fogja, fáj a feje. Ugye hát vannak ezek, tényleg ezek a nagy közhelyek. A férfi csak ő nem szoknyában van. Igen? Aha. Egy durci... egy férfi ugyanezt adja elő. Egy durcás férfi fekszik a fal felé fordulva, és azt mondja, ne, hagyjál, így. Miközben a nő ütiveri, hogy legyen valami. Hát vagy szerintem ilyen indokokat, kifogásokat kezdesz el gyártani.
nem? Hogy holnap korán kelek. Uh-huh. Erre mindig az jön nálunk, hogy jó, de tegnap is korán kelek. És így lesz még. Ezt hagyjuk már. És ez is így tervezed még egy pár évig. Hagyjuk már, ezt nem fogadom el. Vagy ilyesmi, nem tudom. A férfi mire, mire fogja, hogy mire fáj? A tököm. Lehet fogni alkoholra, ha ittál. Igen. Sokat ittál, és mondod, hogy nem működik. Nem most. Az elmúlt 10 év is mindig be voltál nyolva. Ja? Ja. Ki fogadja el vajon nehezebben, egy nő vagy egy férfi? Szerintem egy nő nehezebben fogadja el. Tehát kinek van joga nemet mondani, inkább a nőnek van joga nemet mondani? A nő mondhatja azt, hogy nekem nincs kedvem, és azt egy palinak el kell tudni fogadni, és nem abból összetenni az önértékelését, míg egy nőt, ha kikosarazol, attól mentsen meg az élet. Na pont ez a fontos benne, hogyha egy hapsi mond nemet, akkor a nő rögtön azt fogja gondolni, hogy na már csúnyának tart, kövérnek tart, vagy tök minden. De miért nem mondhatna egy pasi nemet? Hát miért ebből teszik mert össze a nő? A pasinak mindig harcra kész. De egy nő mondhat? Akkor én abból ne tegyem össze az önértékelésemet? Hát nem, hát a nő, de ő nem, ő saját magára fogja a nő, hogy fáj a feje. Tehát szerintem, hogy a pasival... Na jó, de előbb-utóbb azért, ha sok nemet kapsz egy nőtől, ugyanúgy elkezdesz azon gondolkozni, hogy te valamit nem csinálsz jól, vagy nem vagy elég neki, mint ahogyha egy nőt félre löksz, vagy elutasítasz, akkor is a nő ugye elkezd ebből önbizalmi kérdést csinálni. De inkább szerintem a nő arra fogja, hogy vagy azért kezd el rajta agyalni, és azért kezd el rosszul lenni tőle, mert azt gondolja, hogy külsőleg változott már meg. Tehát, hogy a férfi nem tartja őt izgatónak. De ugyanakkor, ha egy nő mondja, hogy nem, azt a férfi fogadja el. Szerintem az könnyebben. Aha, könnyebben fogadod el. Juli, hogy van ez nálatok? Hello. Nálunk ilyesmi nincsen. Most igen. Megint a szerb hős, mi? A szerb hős nálunk mindig tetrekész, de egyébként, hogy ez mennyire gyakori vagy nem gyakori, és azt mondtad, hogy ez nem gyakori, hát nekem csak a közvetlen környezetemben két házasság ment gajra emiatt. Mert a férfi nem akarta? Mert, hogy a és mind a kettő miattad? Nem. Mert ugye a férfi egy idő után egyszer csak azt észre a csaj, hogy befordul a fal felé, és... És tehát, hogy egy nő is tud. És az a baj, hogyha egy férfi befordul a fal felé, azzal már nem tudsz mit kezdeni. Ha nő fordul be, akkor azért még van lehet. Sőt, akkor meg ott csinál a te időd. Megörülsz, megkivetközöl. Így van. De azt sem veszed észre, alszik már egy órát. Végre itt a kereszteződés. Hát anyu azt vette észre, hogy apu látványosan kerüli a szituációkat, amikor kettesben lehetnek, illetve amikor egy ágyba kerültek, akkor... Hát, hogy nem. Tehát, hogy de szerintem, mint nő, kíváncsi vagyok, hogy elfogadható ez, ha egy pasi nemet mond? Hát alkalmanként igen. Igen? Hát persze, hát figyelj, ő is lehet fáradt, neki is lehet mindenféle gondja, meg lehet nyűgös, de hosszú távon ez nem. Ez nem fér bele. Ahogy hát hosszú távon nyilván nem egészséges, ha egyik fél nemet mond, bármelyik tehát, fél, tehát, hogy mennyi az annyi? Tehát hányszor kellene egy héten együtt lenni? És szerintem nincs ez így lefektetve, hogy hányszor kell. Hát itt is megoszlanak, mert a férfi szerint egy 14, a nők szerint meg igen, egy. Igen, tehát valakinek az évi egy is rendszeres, ugye? Van, aki... De ez az idő elteltével fordítom. Ez az évi egy rendszeres, évi egy. Nincs ezzel baj. Ugye van, aki nem, hát naponta egy is kevés. Tehát ez gondolom a párok döntik el nyilván, hogy kinek mi az inger küszöbe, vagy kinek mi a jó. Szóval általában azt szokott ugye kifogás lenni, hogy rengeteg stressz, meg olyan nyomás van rajtam, ami eddig nem volt, és nyomasztan a gondok, és hogy emiatt aztán nem megy, és ezt kérlek, légy toleráns, és fogadd el ezt az időszakot. De ezzel az a gond, hogy 2 évvel ezelőtt is volt nyomás, és 2 évvel ezelőtt is volt stressz, és akkor hazajötted, és rajtam vezetted le az energiáidat. Most meg nem. Tehát, hogy ez nem. Ebben van valami. Igen, tehát sokáig nem tudod arra fogni. Nyilván, hogy sok a stressz megfeszült vagy. Nagyon-nagyon hülyeszítő, mert hogy egyébként mind a két félt nagyon szánom, mert ott van egy nő, aki megszokta azt, hogy volt egyébként egy férfi, akinek ez valaha működött, és tök jól ment, és egyszer csak azt veszi észre, hogy hát nem igazán, és egy ideig fekszik mellette, és azt gondolja, hogy hát ez csak átmeneti időszak, aztán utána elkezd azon tépelődni, hogy igen, biztos nagy lett a fenekem, meg lóg a mellem, meg büdös vagyok, vagy akármi, tehát hogy azért nyomoznám. Parancsolsz. Fél egy barátnőm mesélte, hogy ő konkrétan attól félt, hogy esetleg lehet, hogy az a baj a férjének, hogy ő büdös. Tehát, hogy ilyen dolgai vannak, voltak már. Tehát idő után teljesen elszállt. Mert hogy a férje nem akarta hosszú távon keresztül. Nem, egy idő után nem nyúlt hozzá. Aha. De és azt mondta neki, hogy ne, hát az nem. És ráadásul ez valamikor a kapcsolatuk 3. vagy 4. évében, amikor azért még... Elég hamar eldobta szerintem, a láncot a fiú. Így van. Szét is mentek? Szét. Uh-huh. Szét. És azt mondta a pasi, hogy hát szerinte az teljesen normális, hogy ők havonta, két havonta egyszer együtt vannak. Amire a csaj azt mondta, hogy szerintem meg nem. Mert hogy egészséges felnőtt emberek vagyunk vágyakkal.
és szerintem a havi 1-2 nem fér bele, ha egyébként nem minden indultunk. És nyilván azért a kezdeti vehemencia alább hagy, de nem ennyire. Aha. És a másik oldalon meg egyébként az a gond, hogy ott van egy férfi, akinek, ott, akinek az a nő már nem ad annyi impulzust, hogy beinduljon rá. És még egy nő bele tud kezdeni egy aktusba anélkül, hogy, hogy nagy lendületben lenne, egy férfi nem mehet bizonytalanra. Hát itt mind a kettőjük felelősségén érdemes elgondolkodni. Hát, hogy megtettek-e mindent azért, hogy, hogy ez a dolog ne hűljön ki, kísérletezgettek-e, próbáltak keresni új impulzusokat, vagy pedig csak egyszerűen hagyták, hogy elmenjen a vonat. Én nem hallottam még ilyen történetet, hogy azért ment tönkre egy kapcsolat, mert a férfi nem akarta. Hát, tehát, hogy valami, én ilyet nekem egyik barátom sem esett senki. Tehát, hogy ez számomra nagyon érdekes, mert azért a pasik 90%-a több szexet akar, mint amennyit a nő akar. Tehát az, hogy a nőnek sok, vagy nem akarja, vagy kihűl, vagy gyerekvállalás, vagy önbizalomhiány, nem érzi magát szépnek, és ezért inkább nem az oké. Okay. Többet, de csak már nem pali nem akarja, az nagyon érdekes. Azért ritkább eset, jó van szerintem. A pasik eleve úgy vannak kódolva, hogy ők mindig a szex jut eszükbe. És ezért nem meséled el, hogy már nem. Tehát ezért nem mondja el egyetlen férfi se azt, hogy gyerekek, már nem megy az asszonnyal, ne, már nem szeretem úgy, mert nagy lett a feneke, vagy büdös, most amit a Juli mondott, érted? Ezt egy férfi nem mondja, hiszen akkor pont ezt cáfolod meg, hogy te vagy a hímállat, aki mindig. Én nem hiszem, hogy ezt ego kérdésből nem mondják, egyszerűen a férfi az inkább úgy működik szerintem, hogy ő megteszi, nem? Nem is a hímállat, hanem hogy ugye egy nő mindig azt mondja, hogy legyen, az a legfontosabb, hogy szeressen engem. Igen, zárójel bezárva, Nógrádi úr, és néha döntsön a falnak, és hát tegye, amit tennie kell. Juli. És hogyha ez nem történik meg, akkor óriási nagy hiány van. És amikor egy férfit a felesége nem izgat föl, azt én nem állhatok oda egy nő elé azzal, hogy ide figyelj, drágám, én szeretlek, és te vagy a feleségem, és a gyermekeim anyja, és én veled akarom leélni az életem, csak már hát nem. Hát, mert ideig el kell jutni, és akkor viszont alapvető baj van a kapcsolatban, hogy nem beszélték meg. Tehát nem? Hát a férfinek hát, csak kéne mondani, hogy drágám, nem de tudom, mit, mi van és vele. És mit mondasz neki? Anyu, vegyél fel egy másik bugyit. Azt gondolni, hogy azért ezt a párok legtöbbször így hát elmondják. Hát ez az, hogy nem beszélik meg. Tehát, megy a terelés, elfordulok, hát nem alszom. Persze meg, hogyha a férfi... Stb. Hát azért azt elmondani, hogy figyelj, nem kiválok, ez az esetek nagy többségében az emberek nem mondják. Sehogy nem tudsz úgy fogalmazni, hogy egy nő ne omoljon. De akkor elébe kell menni a dolognak. Tehát, hogyha a nő látja... Be kell egy harmadikat. Nem, például lesz. Legyél nyugodtan konstruktív. De tényleg, tehát, hogyha mondjuk a férfi nem mondja, akkor a nő, és a nő látja rajta, látja a távolságtartást, érzi, hogy egy picit elhanyagolja, akkor neki elébe kell menni ennek a dolognak. Rá kell kérdeznie, min változtassak, miben vagyok kevesebb, miben vagyok, miben érzek, hogy ilyen nyosságom van. Csak ezt általában a férfiak nem mondják meg az őszinte választ. Azért mondom, hogy ezeket a dolgokat, mert nálunk ez tökéletesen működik. Tehát, hogy én csak a saját tapasztalatomban indulok ki. Nekem a feleségem igenis megtesz mindent azért, hogy ilyen értelemben se legyen semmiféle probléma a kapcsolatunkban. Kérdez, van szája, tud kérdezni, felteszi nekem azokat a kérdéseket, amikre ő választ szeretne kapni, és akkor megkapja ezt a választ, akkor ennek megfelelően alakítjuk a dolgokat. Tehát, hogy itt egy folyamatos kommunikációnak kell lenni a két ember között. Hát ez egy ideális esetben. Viszonylag ritka. Ez nem így működik. Olvasni kell tudni például, mit tudom én, a számítógépen lévő előzményekből. Igen, a bondage, a MILF és a BDSM kategória, igen, és bilincset kell venni a feleségednek. És... Google Translate, beírom, és akkor már tudod is, hogy mire van szükség a férjem. MILF, nem az a baj, hogy egyébként egy férfi sem nagyon tud mit kezdeni egy ilyen szituációval. Tehát az, aki egyébként megszokta azt, hogy mindig tetre kész, és egyszer csak azt veszi észre magán, hogy ho-ho, haver, ez itt csak lóg, mint a vizes zokni. De akkor, akkor elkezded megkeresni igen, az okokat. Igen, hogy... lóg, mint a vizes zokni. Igen, mozdulatlan, mint a meglőtt medve. Ja, igen. Mondjuk. Lóg, hát mint a vizes igen, elkezded megkeresni az ügy. És akkor mire jutsz? Arra jutok, hogyha egyébként nem a feleségem feküdne mellettem, hanem a szomszéd csaj, akkor menne, akkor ezzel az infóval mit kezdesz? Áthívod a szomszéd lány? Az ember... Hív nyugodtan Gizinek közben. Ő magában tudja, hogy mi a baj, csak nem mondja ki. A nő is tudja, csak maximum hazudik magának, vagy a párjának, meg a férfi is tudja. Nem? Csak nem mondod ki, mert félsz attól, hogy milyen következményei lesznek. Tehát azért azt egy pasi tudja, hogy miért nem megy. Hát a lelke legmélyen, vagy egy nő tudja, hogy miért nem megy. Jó, és akkor mi? Akkor ezek után fekszünk, és évente egyszer? Hát ez egy érdekes dolog. Ez egy érdekes dolog. Igen. Tehát, hogy erre megoldást kell találni nagyon-nagyon záros időn belül, mert különben ez hát igen, mert hogyha nem beszéltek róla, akkor ez időzített bomba.
Az én férjem egy teljes évig nem nyúlt hozzám, elváltunk. Egy hónapja van új kapcsolatom, és lassan kikészítem a pasit. Be kell pótolni az elmúlt éveket. Írja nekünk egy hallgató. Janit már az is beindítja, a felesége akciósan veszi az oknit. Mivel a férfiak libidója általában nagyobb, ezért veszik jobban magukra a nők az elutasítást, és ezért kezdenek el kombinálni. Ez ilyen egyszerű. Aha, tehát hogyha nőt elutasítanak, akkor ugye azt jobban magára veszi, igen. Sajnos van ilyen, és borzasztóan megalázó, hogy szeretnék a férjemmel összebújni, és ő nem akarja. Önmarcangolás, 9 év házasság van a hátunk mögött, kérdés lesz-e több? De az is egy érdekes sztori, hogy eljutok idáig, hogy az van, hogy hogy közli a férfi, befordul a fal fel, és azt mondja, hogy nincs kedvem, vagy átöleli a feleségét, és azt mondja, hogy drágám. Szerintem kicsit mindegy. Szerintem tehát nem. Szerintem átöle, fekszel az ágyon, és azt mondod, hogy gyere ide, bújj ide hozzám, ölelkezünk össze, megcsókolod. Ez pont egy alkalommal nagyon jó. A hatodik alkalom átöleled, de ugyanúgy nemet mondasz, ez ugyanolyan sérüléseket okoz. De akkor mi változtat? Hát, tehát mi változtat a dolog? Mondjuk egy hónapig te nem fekszel le a pároddal, aha, és egy hónap alatt te minden nap átölelted, és azt mondtad, hogy nem, az mondjuk az elsőnél nagyon jó, azt mondja, de drága vagy, még át is ölelted. Hát, de azért ez elfogadható, mert hogyha azt veszük, akkor ez már egy, ez igaz, de lehet mondjuk háromféleképpen. Lehet úgy, hogy nem mondasz semmit, csak hátat fordítasz neki. Annál nyilván jobb. Sem a kérdésére nem kapta választ. Igen. Kaphat választ úgy, hogy tök nyersen azt mondod neki, ne arra, hogy most nem akarom, nincs kedvem, vagy csinálhatod úgy is, ahogy a Feri csinálja. Igen. Azért ez jobb. Csináltad, hogy a Feri csinálja otthon. Átölt és egy unikumos üveggel a kezében elhozik. Saját tapasztalat. Úgy fekszem le, hogy szerintem, mindig ott van az ágyban. Lélektani szempontból nincs nagy különbség. Azon kívül azt, hogy az én férjem olyan kedves, mert átölelve mondja el, hogy nem kíván. De hogy nem, mert elmondod, hogy miért nem, hogy mi a de baj. De mit mondasz, hogy mi a baj? Hogy stresszes vagy, hogy a munkahelyen. De idő után ez hazugság. Ez egy idő után, ha te erre fogod állandóan, az egy hazugság. Azt mondod, hogy már nem kívánlak, valami meg történt, tegyünk ellene, találjunk ki valamit. Aha. Érted? Tehát, hogy a beszélgetés, azt szerintem az dob rajta valamit, hogy hát, ha eljuttok a megoldásig. Hát, az mindenféleképpen dob, persze. Persze. Most nyilván végeredményben ugyanaz. Végeredmény szempontjából ugyanaz, igen. Annyit szoktam mondani, hogy most nincs hozzá hangulatom, nincs belőle sértődés, 12 éve vagyunk együtt. Heti egy alkalomra még mindig szakítunk időt, írja nekünk Gábor. Férjem 50 éves, kb. 10 éve nem akarja, azt mondja már öreg. 50 éves, 10 éve nem akarja, azt mondja öreg. 27 éve vagyunk együtt, írja Erzsi. Hát... Ne boncolgassátok a témát, mert ez az, hogy már hívogat. Amelyik férfi nem akarja, az nem férfi. Érdekes hozzáállás, igen. Rengetegen írják a pornót, hogy ami hogy? Ott van. Hogy a férfiak pornót várják, hát, hogy pornót néznek, ott van valami. Szerintem hosszú távon otthon... nagyon káros. A pornó? Nagyon káros hatásai vannak, szerintem igen. Mert hogy otthon nem kapod meg, és azt gondolod, hogy ugyanazt kéne az asszonnyal is csinálni, mint egy pornófilm. Már mindig érkezt hosszú táv alatt, mert hogy én így visszagondolom, hogy az elmúlt 30 év. Szerintem káros, hosszú távon mindenféleképpen káros lehet a szexuális életre. Tehát, hogy nem csak az, hogy te nem várod el, nem, tehát, hogy nem az, hogy otthon az asszony nem csinálja meg ugyanazt, amit te látsz, de utána az asszony szót, megyünk az asszonynyal, hanem, hogy... Asszonypajtás! Még az na, is kedvesebb talán. Meg ez zsen, megyünk az asszonynyal, hogy... Anyjuk! Még az is jobban tetszik. Ja, mert az legalább benne van, hogy a gyerekek édesanyja, az anyu. De ez az asszonnyal, egy ilyen kiló krumplival. Tehát megyünk az asszonnyal, tudod, egy zsákkal, akivel így menni kell. Szóval, hogy szerintem igenis káros egyébként. Nem csak az, hogy most tágítja az inger küszöböt, vagy nem, vagy te olyan dolgokat látsz mondjuk egy ilyen filmben, vagy egy ilyen típusú filmben, amit otthon nem kapsz meg. De egyrészt nyilván maga a függőség, és az, hogy te máshol éled ki a vágyaidat, az nyilván a libidódra előbb-utóbb azért akarva akaratlanul hatása lesz. Nyilván vannak kivételek, akik néznek naponta pornót, de mégis, mint a nyulak. Tehát, hogy én értem. Meg... De hogy szerintem hosszú távon, ha a férfi pornót néz, akkor az igenis hatással van a szexuális életére. Tehát, fejlődik, persze, szerintem nem, a pornó az egyfajta elmagányosodás. Tehát az egy, az sokszor, és mindig vannak kivételek. Tudom, hogy van olyan férfi, aki nézde naponta négyszer, de az, hogyha te már arra vagy rákattam, és ott keresel. De a függőség az mindig szélsőség. Tehát, hogy szerintem ezt a dolgot lehet szinten kezelni. De tehát, mikor... hogy folyamatosan, tehát az ember... De férfiak... ha naponta nézel pornót, akkor függőség, vagy nem függőség? Szerintem még az se függőség. A napi pornó nézés? Hát mi? Minden nap csinálsz valamit, az egy addikció már, az függőség. Hát ha te napi pornót nézel, akkor te pornófüggő vagy. Ezt mondjuk ki, mert ez így van. Mm-hmm.
szociológiai értelemben napi egy üveg sörnél már alkoholista vagy. Az igaz. Uh-huh. Tehát ha te minden nap nézel pornót, te pornófüggő vagy, szerintem hazugság vagy önállítás azt mondani, hogy az előbb-utóbb nincs hatással a párkapcsolatodra. Egy ideig lehet, hogy beindít, egy ideig lehet, hogy olyan fantáziákat tesz hozzá, amiből aztán még az ágyban is jobb lesz. De hosszú távon, ha te monogám vagy, és neked van egy párod, mondjuk a feleséged, és amellett rendszeresen nézel pornót, szerintem az esetek nagy többségében előbb-utóbb észre fogod venni, hogy olyan típusú függőséged van, amiben előbb-utóbb már inkább azt nézed, már inkább ott elégülsz ki, már inkább azt keresed, már inkább nézed, hogy fölütheted a laptopot, jaj, mikor nézhetek egy kis pornót, hogy mitől hiányzik. Ahelyett, hogy az ilyen típusú vágyaidat mondjuk megélnéd azzal, akivel együtt vagy. Szerintem hát az káros. A cél, hogy hazavidd. Tessék? Az a végcél, hogy hazavidd. De sokan szerintem nem azért nézik, hogy megvalósíthassák azt, hanem azért nézik, mert ez egyfajta pótcselekvés, azért, mert nincs valódi kielégülés az életben, és két dimenzióban kell valamit látnod, megélned, mert te a valódi húsvér életben azt már nem kapod meg, nem úgy kapod meg, nem abban a formában kapod meg, nem abban a mennyiségben kapod meg. Szerintem a függőség függetlenül attól, hogy most ez milyen irányultságú, az mindenféleképpen káros tud lenni egy kapcsolat. De ilyen alapon akkor gyakorlatilag minden. Állandóan a kezemben van a telefonom, akkor telefonfüggő vagyok, minden nap nézek sport oldalakat, akkor sportfüggő vagyok. Minden nap nézem a Bux Indexet, akkor, akkor tőzsde függő vagyok. Tehát, hogy de most arról beszéltünk, nem arról, hogy önmagában függ, mit jelent a függőség, hanem hogy egy pornónézés káros hatással van-e a párkapcsolatra. Tehát nem arról beszéltünk, hogy mi a függőség, hanem hogy sok pornót nézel, hatással van-e a kapcsolatod. Azt szerintem hogyha, nagyon. Ha hiányt elégítesz ki belőle, vagy ezzel, és egyértelműen ez a célod, ezért mész fel ezekre az oldalakra. De akkor, mi másért? Akkor, hát, mondjuk, de mondj még egy okot. Hát például az, hogy, hogy új információkat, új inspirációkat. Hagyjuk a kamdumát. Hagyjuk a... Milyen új információt? Mi másért? Mondjátok meg, mi másért, hát, ha nem inspirálnak ezek az oldalak. Tehát, hogy én nem tudom. Tehát, hogy én egyáltalán nem gondolom azt, hogy nekem bármilyen szinten is ez negatívan befolyásolta volna a magánéletemnek ezt a szegmensét. Semmilyen szinten nem befolyásolta. Semmilyen szinten. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy általában ott szokott lenni a probléma inkább, amikor, amikor nagyon magányos férfiaknak csak ez marad. Az probléma. Én határozottan kitartok amellett, hogy ez, ha ilyen típusú függőség van, azt előbb-utóbb otthon kimondva kimondatlanul érzik a felek, csak egy olyan zavar van, amit esetleg nem beszélnek meg. Mit kérdeztél, Feri, az előbb? Ha együtt nézik. Igen. Hát azt szerintem az együttnézéssel nincsen semmi probléma. Tehát ha te bevonod a párodat, közösen szereztek élményt, és aztán azt mondjuk ti megvalósítjátok, azzal szerintem semmi baj nincs. Itt mindig arról van szó, ha te már valami olyat keresel, hogy te ebbe már nem vonod be a párodat, és ezen kirekesztés miatt a te párkapcsolatod érzi azt meg, hogy itt már valami nem stimmel. Aha. Mondjuk kevesebb együttlét van, mondjuk már másra vágysz, mondjuk szeretnéd olyanba belevinni a párodat, amit láttál, és mondjuk erről nem hajlandó, akkor te a látottak alapján teszed mérlegre a saját párodat, és mondod azt, hogy ha ő ezt nem csinálja meg, akkor ő jobb vagy rosszabb. Aha. Pedig nem, csak neki más az ingerküszöbe, vagy nem akarja. Nagyon rosszul szocializálja a férfit. Tudod? Tehát arról van szó, hogy te, ami ott látsz, az tulajdonképpen nem szól másról, mint minden, amit egy nő egyébként nem keres a szexben. Tehát amit ott látsz pornóként, az egy perc alatt a lényegre térés, több férfi, egy nő, olyan fajta perverziók, tehát a nő sokszor azért nem nézi, mert neki viszont az együttlét nem erről szól. Neki miről szól? Arról szól, hogy a párja őt szeresse, kényeztesse, hosszú előjáték legyen, érzelmet kapjon az együttlétektől, minden olyat, ami neki testileg, lelkileg is kell. Egy férfi mit keres a pornóban? A maximális fizikai kielégülést. Na most, ha te ezt nézed, én nem azt mondom, hogy nyilván 16 éves. Én nézem azt is, amikor a házi azt mondja, hogy felhívja a vízvezeték szerelőt, hogy csöpög a csap. Nincsenek már nagyon, ezek még a Komi luxus filmjei, igen, amikor még fél óra beszélgetés volt, és aztán lényegre történnek. Most a könyvekben is elolvasom az előszót, a Komi filmekben is mindig megnézem az elejét. Azért megnézed a gonzomovies.com-ot, azért nem teljesen így zajlik. Már hogy például, van? Hogy fél órája na, beszélgetés. Na, ezt én például nem ismerem, de köszönöm szépen, hogy tanulhatunk. Tudod, valami. Hogy mindig tudok újat mondani. Hogy én a pornofik. Tehát minden olyat talál meg ebben a férfi, amit a nő egyébként nem keres. És a férfi így szocializálja magát, ha azt gondolja, akár fiatalként, akár idősebbként, hogy maga az együttlét az erről kell, hogy szóljon, akkor előbb-utóbb az eltávolít a saját párodtól. Mit csinálsz? Megnézel X darab filmet, és azt látod, hogy fél perc alatt ham, gyere cipőbe, erről szól. Hazamész, és a feleséged azt mondja, hogy figyelj, még ne. Beszélgessünk, simogassuk egymást, csókolozzunk, legyen előjáték, és a férfi effektíve, ugye akár frusztrációként is éli meg azt, hogy nem, én nem ezt keresem, én azt keresem, ami tudat alatt egyébként már rögzült a látottak alapján. A nagyon durva, nagyon gyors, fú de kemény. És itt van egy nagyon nagy nézeteltérés a nő és a férfi között, hiszen egészen mást keresnek. És nem azt mondom, hogy a nő nem szereti azt, ha durván a falnak támasztják, nem erről gondolok. Lász Gyuli, aki ugye erre megy haza, hogy a férje kötelet rak a nyakába, és utána a gyerekeket fölzavarják fürdeni, és a konyhában történik meg. De hogy szerintem igenis káros.
Vagy káros, káros, hát káros inkább lehet. Mondom, hogy káros lehet. Káros mert lehet. Mondom, bizonyos tekintetben magamra ismerek abban, amit mondasz, egy másik tekintetben abszolút nem. Az ötödik emberrel találkozom tegnap, nem tudom, hogy neked van-e ilyen élményed, de el kell, hogy mondjam, mert szörnyen szórakoztató egyébként. Tegnap voltam edzeni egy kicsit, és a recepciós lány nagyon helyesen előtte a kórházban egy hölgyike mondja nekem, hogy meglát, és azt mondja, hogy de jó, hogy itthon vagy. És tudod, mondom, ne haragudj, mondom, hát nem is ismerjük egymást, de mondom, ez nagyon jól esik nekem, mondom, köszönöm, hogy aggódtál. Annyira örülök, hogy itthon vagy, és annyira jó. És mondom, figyelj, hogy egyébként miért? Tehát, hogy sose láttuk még egymást, új vagy. Hát azért jó, hogy itthon vagy, mert végre lesz Szulejmán. A harmadik embertől hallom, bemegyek tegnap előtt, ugye kórházba járásom lesz, a nővér. Balázs maga itthon? Hát mondom, ezek szerint mondom, kezi csókolom én is. De jó, hát mondom, anyám nem örült ennyire, csókolom, mondom, ez jól esik. Ja, nem maga, nem úgy, mondja nekem, tudod. Hát, de nagyon őszinte. Nem úgy Balázs, nem azért, hanem mert végre lesz Szulejmán. Igen. Mondja már el valaki, hogy mi a büdös fene történik ebben a Szulejmánban. Balázs, itthon vagy? Persze, igen, akkor Allah Akbar! Újra nézhetem a műsort. Tegnap a kis csaj még folytatja, hogy olyan vagy, mint Özil. Vagy Nözil. Vagy Nüzil. Mondom, figyelj, fingom nincs, már bocsánat, fogalmam nincs, hogy miről beszélsz. Olyan vagy, mint Nözil lányba. Mondom, Nözil? Te meg olyan vagy, mint aki 20 évvel ezelőtt is elkaptam. Nem, és kiderült, hogy a Nözil, Özil, Nüzil, Nazin, Nezin, Nüzin, ő egy lány, és hogy én ahhoz hasonlítok. Én azt hittem, hogy egy nagyon jó labdarúgó. Nem, de már lehet, hogy azzal keverem, valami Nüzin, Müzin, Müzin, Nüzin, így hívnak valamilyen szereplőt ebben a sorozatban. És mondja, hogy te olyan vagy, de hogy az egy lány. Mondom, figyelj, egyrészt megbántasz, hogy nem nekem örülsz. Kettő, azt mondta, hogy de jó, hogy itt vagy, mert ezt három egy nőhöz hasonlítasz. Igen, egy török lányhoz hasonlítasz. És a kegyelemdöfés, figyelj, most jön. Igen. Mondom, szeretnék kérni egy ásványvizet meg egy banánt. Uh-huh. És mondom, azt miért hasonlítok ez a Nüzil, Müzilhez? Aha, ha azért, mert olyan genyó, mint te. Na, jó, van fizetek? Akkor fizetnék, mondom, egy barám volt, egy víz, meg a kettes pályát lehúztuk, úgyhogy nem kell lehúzni, két órát játszottunk. Figyeljetek, hogy mi ez, amire egy fél ország most rá vagy, hogy jó. Tök mindegy, hogy melyik csatornám, és aztán nem is akarok erről beszélni, három vagy négy ember örült nekem szeretik. Azért, mert végre lesz ez a rohadmányos Szulejmán, illetve minket meg akartak lincselni, és ez kiderült, hogy ez ugye tegnap volt, tehát most beszéltünk róla, mert ma nincs. Visszatért. Őszintén, fogadjunk, hogy Anna nézi. Anna, fogadjunk, hogy nézi. Ne! Ne nézd, hogy kell a Duma, ne, hát az összes ilyet nézed. Mindenki fogadjunk, hogy Szulejmán rajongó vagy, nem? Laci Zsű, itt közülünk senki? Hát. Szerintem ez egy ilyen tipikus ilyen női sorozat. Drága? Jó? Tehát olyan, mint mondjuk Ridley Scott Gladiátor, csak Szulejmánba? Én nem nézem, de láttam belőle egy. Ki az a Nüzil? Müzil. Nem tudom. Nüzin. De hogy nagyon jó van megcsinálva, nagyon szép jelmezek vannak, nagyon jók az arcok, és állandó intrika van. Ez olyan fúrás, hogy mindenki mindenkivel, tehát az van, hogy neked tudnod kell azt, hogy ő tudja, hogy én tudom. Bekemerezik az egész Balkánt, aztán mindenki. Gyerekek, itt voltak 150 évig, nem elég, annyi? Hogy itt voltak 150 évig, és most tényleg ezt nézzük, tehát hogy még mindig ezt sírjuk, hogy ők itt voltak 150 évig. Rengeteget köszönhetünk nekik, egy csomó minaretet, dzsámit, fürdőt egyébként. A padlizsán tértet. Így van, hogy eltűnt például a Székesegyházi munka Székesfehérváron, amiben 300 éven keresztül temették a magyar királyokat. Csomó pozitív a csontokat. Így, fura a magyar, hogy 150 évig megszállnak minket, aztán ezt nézzük. Én akkor bizonytalanodtam el teljesen, amikor végleg, amikor beasszony azt mondta, ott a kina celebbe, hogy de jó lenne otthon egy forró kakaóval nézni a Szulejmánt. Mondom, hát jó van, akkor nézed, mondom, azt se fogom nézni. Úgyhogy alig várom már, amikor majd levágják az Rényit, amikor kirohan. Igen, otthon mi az érdekes benne? Hogy tudod a sztori végét. Igen. Tudod a sztori, a Szulejmánnak tudod a végét. Érted? Igen. És mégis nézi. Mégis, hogy az a kíváncsi, hogy mikor, hogy fog meghalni. Vagy de akkor mi? Te se tudod, hogy ki a Nüzin, Müzin. Álltok valami szerelem, tehát ez egy nő, és ez egy rohadt genyó, és ehhez hasonlít akkor ez a tegnap. A főnökasszony, a vörös, a kis vörös. Ez a genyó, aki állítólag elmondta a csaj, hogy ez szerelmes abba. Fordulj meg... csak oldalt egy picit. Szia, Nüzin vagyok. Nüzin! Nüzin! Hello, Nüzin vagyok. Kiköpött Nunci vagy. Nem kap... Igen, kikopott Nünci. De nem kaptad meg, hogy de jó, hogy itthon vagy, mert végre lesz Szulejmán. A harmadik ember után azt hittem, tökön szúrom magam. Tudod, és mindig, amikor hello, de aranyos vagy, köszönöm, tényleg jól esik. Így ja, nem azért, Balázs. Nem, de tetszett, csak nem ez, hanem a Szulejmán. Leszarom, hogy itthon vagy, lesz Szulejmán. Mondod, de aranyos vagy, de helyes vagy. Na mindegy, úgyhogy.
láttam egy riportot, és a Magyarországon élő török állampolgárok nyilatkoztak benne, és ők úgy gondolják, hogy mi egy testvérnép vagyunk, és hogy ők ezért úgy közelítenek hozzánk, mint testvérekhez, és nem pedig, mint egykori ellenségekhez. Ők másképp látják ezt a török-magyar viszonyt, ahogy mi. Gondoltam is neki, hogy hát, hogyha ha ilyenek a testvéreink, akkor mi lehet az ellenséggel? Figyelj, hogy kimész Isztambulba, vagy bárhol, mindenki törökország imádnak. És mondják, hogy mondd azt, hogy zsebemben egy kicsi alma van, mert az ugyanaz törökül ugyanígy kell mondani, mint magyarul. Csak más jelent. Nem, ugyanezt jelent. Érted? És ezek ölelgetnek és örülnek, és az a tesó. Nagyon jó. Hogy emlékszel? Mi ez a zsebemben egy kicsi alma, ez mi? Ez ugyanúgy van törökül is, ugyanezt mondod meg magyarul is. Zsebemben egy kicsi alma van, ezt így mondod törökül is. Ne nyalj már be minden. Zsebben egy kicsi zsebben alma, egy a kicsi, zseb, az törökül is zseb. Valami ilyen különbség van. Es. Az alma és a kicsi. Igen. Ugyanez Feri. A mondat, lehet, hogy más jelent, de... Fogadjunk, hogy Isztambulban voltál, és a bazárba két márványtojást így próbáltak rá beszélni. Nem márványtojást, hogy alkoholról beszélgettünk, de minden. Zsebemben egy kicsi alma, ez így szól törökül is, hogy zsebemben egy kicsi alma. Igen, csak tükör fordításban azt jelenti egyébként magyarul, hogy egyél kutyát reggel. De van ilyen mondat. Most, egy csomó szavunk közös. Azt tudom, hát nyilván 150 év alatt megtanultuk tőlük. Nem, hát egy csomó mindent tőlük vettünk át, meg ők is tőlünk. Van egy csomó török eredetű szó, amit ugye magyarnak mondasz, de valóban török eredetű. Ha most hallgat minket egy török kamionos, aki beszél magyarul, és jó irányba halad, jósámban. Egy török tolmács, egy török nyelven beszélő török tanár. Van ilyen, hogy valaki földrajzot és törököt tanít? Mit tanítasz? Földrajz török tanár lehet, vagyok. Miért nincs földrajz török dögönyözés? Öt görög töröket dögönyöz. 555-55-00, mondja már el nekünk. Nem hogy... egy kicsi, sok kicsi alma, bocsánat. Oké, zsebemben sok kicsi alma van. Ez valóban így szól törökül, hogy zsebemben sok kicsi alma van. Hát ez gyerekek, ez szenzációs, én ezt nem tudtam. Nagyon hát jó. Ezt meghallgatnám törökül. Még annak ellenére, hogy ugyanaz, mint magyarul. Honnan tudod te ezt? Kint hallottad? Te voltál Isztambulban, igen. Persze, összebarátkoztunk. Mert megkérdezték a Ferit a bazárban, hogy mi van a zsebedben. Sok kicsi alma van. És a kicsi? Ez valamit ellopott. Mi van a zsebedben? A zsebemben egy kicsi alma van. Nem lehet. Sok nem, kicsi. Figyelj, nem lehet ugyanaz. Tehát lehet, hogy hasonlít mondjuk a kicsi a kicsihez, de nem lehet ugyanaz törökül a kicsi, mint magyarul a kicsi. Kicsi. Így mondják kicsi. Ők is. És az ugyanazt jelenti, hogy ugyanaz, pici, pici, apró, így van, nem nagy. De pontosan így mondja, nem zsebemben kicsi, kicsi, kicsi. Ülmű. Na kicsi most ülmű, már tényleg hívjon fel az a török kamionos, hogy bizonyítsa. Tényleg így van. Figyelj, és mit mondanak még? Hát, Allah Akbar, de ezt mi nem mondjuk például. Valaki írja, hogy fölölgözöl van. Na, tessék. Látod, és az is törökül van. Még hogy Anna nem nézed. Makhredivár már is fiát látja a trónon, saját magát pedig valakinek a helyén, míg Hürrem rendületlenül próbálja tartani. Hürrem! 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 Mondta az csaj. Azt mondta, olyan vagy, mint Hürrem, mondom, és tudod, kihúztam magam, na, az jó. Aha, hát egyrészt lány kettő, akkora genyó, mint te, mondom. Szevasz. Meg vagyok. Hürrem, ezt a nevet mondtam. De jó. Mondtam, hogy üzil, de nüzil, is, nüzüm, hüzüm, mondtam. Már is mit keres benne, az nem a mőzgöcsölöd? Van török tanárunk? Török tanár, török kamionsofőr, törökül beszélő magyar földrajztanár, aki arab. Egy török gyroszos. Egy török gyroszos, aki beszél magyarul, és kebabot árul falafellel valahol a körúton. Bárki egyébként. Cebimbe sok kicsi alma van. Na, ugye? Zsebemben hát, sok kicsi hát alma van. Ez aztán tényleg ugyanaz. Írja valaki, cebimbe sok kicsi alma van. Jó, hát persze, most ezért túl karikírozod. Azt úgy kell mondani, zsebemben sok kicsi alma van. Ugyanaz is, ugyanazt is jelenti. Kicsi. Cebimbe sok kicsi alma van. Török Mário vagyok, én nem leszek jó, kérdezi valaki. De jó lesz. Na mindegy, van egy hallgatónk. Na, meghallgatjuk, hogy mit mond. Hát a török tanár. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Anita vagyok, igen. Anita, hello! Anita. Te törököt tanítasz? Igen, és Feri jól mondja. Tehát Jermin, de csökkicsük el ma vár. Ugye, tök ugyan. Hát ez egyébként tényleg az, hogy Jerminben csökkicsi őcső vár. Ez teljesen ugyanaz, mint hogy zsebemben sok kicsi alma van. De... ez kicsit olyan... Nekem olyan volt egy picit, mint egy szolárium reklám, a csökkicsó vár. Mondd még egyszer. Vannak is a törökök. Hogy mondod? Mondd még egyszer a török. Zsebimbe, tehát na. Zsebemben. Igen, zsebimbe. Csok. Kücsük, kicsi. Köcsök, ja. Ezt én magamra venném, hogy kücsük. Hagyjuk a személyeskedést, nem, igen. Nem mondunk ilyeneket. Igen. Adásba főleg. Kücsük, mint kicsi, és akkor elma, alma, vár, van. Na, tök aha. Ugyanaz, nem? De tényleg megdöbbentő, tehát tényleg megdöbbentő hasonlóság. Milyen közös szavunk van még?
Amin úgy egyből látszik, hát azért olyan nagyon sok, nem amire egyből látszik, mondjuk a búza például, azt nem gondolnátok. Igen. És ez nem a 150 év, az még ott Ázsiában, amikor kóricáltunk, meg később. Tehát a hódoltság idején is persze nagyon sok. A búza törökül az búdáj. Tehát, hogy a D meg a Z az azonos lenne, azt, hogy senki nem gondolná, de hogy de. Meg ott van például a piaszter, piactér. Ó, mindenképpen. Elsősorban erre gondoltam. Istenem, ahogy a műveltség éppen. Hallod, a bazár meg a bazár, persze. Na, akkor ennél sokkal fontosabb kérdésünk van. Igaz-e, hogy Gültem és Balázs pontosan ugyanúgy néznek ki? Gültem? Nüdzil. Az előbb még Hürremet mondtam. Én nagyon hosszan gondolkodtam, hogy ki lehet az, akire Balázs akár külsőben, akár a belsőleg hasonlít. Ebben a sorozatban így nem tudtam rájönni. Volt egy másik sorozat a kezem alatt, ahol szerintem volt egy szereplő, aki igen, de a Szulejmában nem tudtam beazonosítani, hogy az ki lehet. Anita, de mondd, hogy te is nézed, ne csináld már. Hát ez jó, neki szakmai. Neki kell. Én szakmailag nézem egyébként, tehát én vagyok a nulladik, a kiinduló pont. Tehát én írom azt a nyers fordítást, amiből majd... Tényleg? Te fordítod a filmet? Igen, nézik. Igen. Ne csináld! Meg itt lányom közben sír. Igen. Te neked kell a szinkront csinálni? Vagy te felügyeled? Nem, az egy másik. Hogy fordítod a szöveget? Igen, tehát az, hogy el tudjon indulni, igen. Tehát ami hülyeség benne, az tőlem indul, ami jó, azt meg beleírják. De jó. Figyelj, mi igaz abból, hogy a török színészek megtanultak minden olyan nyelven, legalábbis a szövegüket, amilyen nyelven ők, nekik meg kell szólalniuk ugye a sorozatban. Tehát a németek németül, a magyarok magyarul, ezt írták vele kapcsolatban. Igen, a magyar, nem volt magyar, és úgy emlékszem, hogy ott talán nem, vagy nekem nem tűnt magyarnak, de lehet. A németre konkrétan emlékszem, igen, hogy németül. Németül volt. Jó, hát az meg kell tanulni, hát leszinkronizálják, hát ezt még kell megtanulni. Mert állítólag megtanulták a szövegüket az eredeti nyelven, ahogy nekik meg kell szólalniuk, annak megfelelően, hogy milyen szerepet játszanak. Uh-huh. És akkor mondták, hogy... Az eredetiben úgy megy, hogy elindul mondjuk a szöveg németül, amikor egy német követ beszél, és akkor a második mondatnál azt átviszik ilyen, átcsúsztatják háttérbe, tehát a törököt, és akkor van előtte a török hang, amit valójában lehet érteni, de akkor, hát mikor, hogyha egy ilyen alámondásos lenne a saját szövegem. Mi lesz a következő részben? Nem mondj semmit, mert kiírom magam. Én nem akarok egy olyan országban élni, ahol mindenki ezt nézi. Meg kell ölnöm, ha megmondom. Nem, fogalmam nincs, hogy a tévében hol tart. De egyébként a férjemet is ezzel zaklatják. Mi a vége? Jó, figyelj, én a Titanicon is ültem be, gyerekek, beülök, megnézem a filmet, de aki elmondja a végét, azt megölöm. Tehát nagyon mérges leszek, ha elmondjátok, hogy a nagy hajóval mi történik, nem akarom tudni. Aj, Anita, de nem nézed? Hát szakmailag meg kell nézni. Jó. És kinek szurkolsz? Halljátok, mit mondod? Én a török filmiparnak szurkolok. Ki ott az, aki melletted, Gögicső? A kislányom. Mekkora? A kis Fatima. 8 hónapos. 8 hónapos. Igen, a kis Ájse, persze. Mondj valami jót, hogy fény legyen nekem is az alagút végén. Milyen a 8. hónap? Már alszik éjszaka? Hát, bocsi, de ő kezdettől fogva végig aludt. Megszakadta valaki, bocsássál meg, elnézést, szakadozik a vonal. Jó, hogy jöttek a fogai, mert bocsika, én kérek elnézést, ennyi. Figyelj, Balázs, elmondom majd, hogy kell ilyen gyereket csinálni, jó? Hát már késő, mert már megcsináltál. Szent meggyőződésem, hogy aki azt mondja, hogy az első naptól végaludta az éjszakát, az hazudik. Ilyen nincs. Jó, tehát ez nincs, ez kamu. Oké, az első 2 hónapban éjszaka egyszer éjfélkor 0:00-0 perckor föl kellett emelni. Egyszer. Hogy miért nem szakad rád a plafon? Te hogy hazudsz? Úristen, persze. Egy 2 hetes gyerek egyszer fölkelt, majd megszólalt, anya, pisilnem kell. Kiment, pisilt egyet, és visszafeküdt aludni. Egyszer. Igen, mázlid van. Persze. Mázlid van. Felkelt, ránézett az órára, és visszafeküdt. Igen. Ó, még csak éjfél, akkor még nem kell ennem. Nem, megkérdezte, anya, nem kérsz kávét? Tehát ennyi. Igen, de szerencsések vagytok. Igen. Uh-huh. Na jól van. Jó van, Anita, köszönöm. Örülünk, hogy telefonáltál. Hogy van a mondat? Még egyszer mondd, léci. Zsebén, de sok kicsük elma vár. Uh-huh. Na, mondjuk ezt nekem valaki a bazáron elmondja, nem nyúlok a zsebemhez, hogy nekem is van-e sok kicsi alma, azért nem nyúlok. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Sziasztok. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning